Köszöntöm Önöket! Tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Negyedik alkalommal indult el a Fogyi Klub a Kisteki Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, melyre tárt karokkal várják a fogyni vágyókat akár tornára, akár egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadásra. A most következőkben Vicsek Jánossal készített interjúnkat tekinthetik meg. Február közepén itt Kisteleken indul a Fogyi Klub. Mi a célotok ezzel a klubbal? Hát ugye ez most már negyedik alkalommal indul el a Fogyi Klubunk. Három klub már szerintem úgy gondolom, hogy sikeresen lement. Pont most számoltuk ki, készülünk egy budapesti előadásról, összeszámoltuk, mert eddig 56-an sikeresen teljesítették ezt a kihívást, és összesen 333,7 kg-ot leadtak eddig az 56 fő, tehát ami úgy gondolom, hogy nagyon szép eredmény, és nagyon jó hangzik, és mindenki oda teszi magát. A cél igazából az, hogy mindenki megtalálja a kihívást, a motivációt, és tényleg amiért eljön, azt megtalálja. Hozzáteszem, hogy nem minden esetben a fogyás a cél, hiszen nem csak magas testsúlyra rendelkezők jönnek hozzánk, hanem esetleg olyanok is, akiknek magas mondjuk a testzsír százaléka, hiszen maga ez a Fogyi Klub arról szól, hogy egy állapotfelmérést végzünk, ahol a testzsírtől, a BMI-től kezdve megnézzük a derék és a csípő bőséget, és majd ez alapján hozunk egy reális célt, amit a harmadik hónap, vagy a már most ugye február 15-tel kezdünk, és április végén lesz a vége, tehát egy 2,5 hónap alatt egy reális célt tűzünk ki, és az alapján kell majd nekik akkor azt elérni. Maga a cél tehát egy összetett, egy életmódváltás is, hiszen ez az EFI-nek ez egy életmódváltó programja, ami annyit jelent, hogy nem csak maga egy diétát kell betartani, hanem megpróbálni azt hosszú távon is, illetve a családra, a környezetére kiterjeszteni az embernek. Meddig lehet még jelentkezni, illetve milyen népszerűségnek örvend eddig ez a program? Hát a jelentkezés az végülis folyamatos, nem szoktuk meghatározni az elejét se, a végét se. Igazából az előadás maga február 15-én lesz, amikor egy ilyen bemutatkozó előadást tartunk ismét. Ugye lehetnek régiek is, de jöhetnek új kliensek is. Február 15-től pedig újra elindulnak 4 nap, tehát igazából egy héten 4-szer lehet majd torna órára járni. Ez azt jelenti, hogy kedden, csütörtökön és pénteken este 7-től 8-ig, szerdán pedig 5-től 6-ig lehet majd az iskolának a tornatermébe eljárni. Maga az előadás ugye egy bemutatkozás lesz, ahogy említettem. Itt elmondjuk, hogy miről fog szólni maga ez a Fogyi Klub, mennyi időtartamra szól, állapotfelméréssel kezdünk, időpontokat egyeztetünk, hogy ki mikor tud bejönni, és akkor ezt elvégezni, majd pedig a kontroll és a folyamatos tornaóráknak a folytonossága következik. A jelentkezésnek vannak-e feltételei, illetve díjtalan-e ez a klub? Jelentkezni bárki jelentkezhet, tehát ez lehet magas testsúlyjal, lehet az, aki esetleg magas testzsír százalékkal rendelkezik, nincs korhatár, tehát akár a 14 évestől a 80 évesig, 90 évesig, tehát bárki jelentkezhet, aki itt ebbe a járásba, kisteleki járásba lakik. Maga díja ennek nincsen, ennek a szolgáltatásnak, hiszen ez egy pályázat, ami igazából díjtalanná teszi mind a tornaklubot, mind pedig a tanácsadást. Közeleg a már lassan hagyományá vált Kistelki Disznótoros Sokadalom, mely színes programpalettával várja az érdeklődőket itt a Szent László téren február 13-án. A kulturális programok és a disznóvágás mellett izgalmas versenyekre is nevezhetnek a vállalkozó szellemű emberek. A programokról és magáról rendezvényről Horváth Zoltán mesél stábunknak. Jövő hét szombaton Disznótoros Sokadalom lesz itt Kisteleken. Milyen hagyományokra tekint vissza ez a program? Igen, igazából a harmadik alkalommal rendezzük meg itt a sportcsarnok és környékén, ugye a Szent László téren. Igazából szeretnénk bemutatni az idén is az igazi hagyományos disznóvágást, tehát a kistelekhez fűződő szokásokat, tehát erre a térségre jellemző technológiákat, valamint az ízeket, de érkeznek hozzánk vendégcsapatok is, jönnek a svábsvájnok, Tolna megyéből érkeznek, nyilván az ő tájegységükre jellemző ízeket fogják majd bemutatni, illetve Gyuláról érkeznek a gyulai hentesek hagyományőrző egyesülete, és az olasz testvérvárosunkból is megtisztelik a rendezvényt. Milyen programokkal várjátok az érdeklődőket?
Különféle kulturális programok is lesznek a nap folyamán, de mielőtt ebbe belemennék, azt el szeretném mondani, hogy nagyon örülünk neki, hogy az idén is jelentkeztek szép számba csapatok a rendezvényre, és ez arról szól, ez a rendezvény, hogy egy jó hangulatba történik meg maga a disznóvágás, nyilván szakképzett böllérekkel, és több csapat képviseltete itt magát ezen a rendezvényen, tehát részt vesznek a disznófeldolgozásban a kistáki kertbarátok és kertészek, a nyugdíjas klub tagjai, a Kistákváros önkormányzatának csapata, a kistáki veterán járművek képviselői, tehát a motorosok, autósok is kint lesznek, valamint az Ifjú Kistelkiek Szövetsége is képviselteti magát, és ugye lesznek vendégcsapataink is. Két helyszínen fog folyni párhuzamosan az esemény, tehát egyik helyszínünk a Szent László tér, és itt korán kezdjük ugye a disznóvágást, 7:30-kor lesz gyülekező a Szent László téren, és folyamatosan, ahogy dolgozzák föl a hentesek, a böllérek, a sertéseket, úgy készül reggelre sült vér, lesz töpörtő is, majd időközben sült hús, hurka, kolbász, és ezekből a hagyományosan elkészített ízekből, ételekből lehet majd kóstolni is, de arra is lesz lehetőség, hogy a helyszínen, akik szeretnének vásárolni is tudnak, majd az Aqua Hotel jó voltából, valamint kitelepül Bárkányi Péter is hentes, különféle füstölt árukkal, termékekkel, tehát lehet vásárolni is majd a téren. A délelőtt folyamán a Szent László téri színpadon fölép Törőcsik István, és Sövény Tibor műsorvezető lesz a segítségére, aki a disznóvágás hagyományairól fog majd előadást tartani, de menet közben azért kérdezősködni fognak a hentesek köreiben is, tehát őket is meg fogják interjúvolni. Föllép a Globándorok társulata, ez mind a délelőtthöz tartozik, és a Szent László térhez, valamint a Cuhári Táncműhely és a Kender Zenekar fog majd egy nagyszerű műsort adni itt a téren. A délutáni forgatagban a Szent László téren, ugye ez egy egész napos rendezvény, és ugye hajnaltól, vagy mondhatni kora reggeltől, egészen késő délutánig zajlik az esemény a Szent László téren. Mint már említettem, lépne a Globvándorok társulata, lesz néptánc a Cuhári Táncműhely közreműködésével, de a talpalával ott kint Ari József fogja szolgáltatni, tehát élő zene is lesz a téren, és lesz egy kis hangulatzene is a későbbiekben, az pedig az idősebb Vándor Rudolf fúvós zenekar fog indulókat játszani. Az esti programok kapcsán ugye beszéltünk már a díjazásról, a szakácspárbaj programunkról, de jelmezversenyt is hirdettünk. Igazából itt is az első három ötletes jelmezt fogja majd a zsűri értékelni, tehát itt is értékes nyeremények lesznek kisorsolva a versenyzők között, és a báli hangulatért pedig az udvardi bent lesz a felelős, tehát 7 órától vacsora, és onnantól kezdetét veszi a bál. Lesz-e verseny ezen a disznótoroson, és ha igen, akkor milyen díjazásban részesülnek a legjobbak? Menet közben már ugye itt beszéltünk a disznók földolgozásáról, ezt meg is fogjuk versenyeztetni, tehát van a disznótoros versenyünk, valamint ehhez kapcsolódóan ugye a farsangi jelmezversenyünk is. Igazából többféle kategóriában lehet nevezni, lesz levesek kategóriája, hurka, kolbász, töltött káposzta, fán, kalács, és ugye az igazi házi pálinka kategóriája is megmutatkozik ezen a versenyen. Ez 6 órakor lehet megtenni a nevezést, vagy előzetesen ugye a művelődési központban nálunk, személyesen vagy az 597-123-as telefonszámon, és a díjazások kapcsán, tehát értékes nyeremények lesznek nyilván, és az első 3 helyezettet fogjuk díjazni, de lesznek külön díjak is. Trombitás Istvánné Morvai Teréz a Szavak csillámló hóesése 2015 című antológiában megjelent műveiről, valamint a saját írói pályafutásáról, illetve a költészet iránti szeretetéről beszélt stábunknak. A Szavak csillámló hóesése 2015 című antológiában több verse is megjelent. Honnan jött a költészet iránti szerelem? Hát a költészet iránti szerelem az mindig megvolt, lapult valahol, csak nem tudott előjönni. Tehát idős korba jött elő, tehát 12 éve lesz most májusban, hogy írok. De hát ez egy nagyon régi dolog, mert lapult ez már nagyon régen, mert tulajdonképpen iskolában meg mókamester voltam, tehát az egy egész más téma, ami csak egy rögtönzött valami dolgok voltak, tehát szerettem vidáman élni, az osztálytársaimnak pohókázni,
de viszont, hogy honnét jött, ez lelkiekből, tehát ez hit nélkül lehetetlen, hogy valaki idáig jusson, minden elfogultság nélkül, tehát nem szeretek elfogult lenni, de pályázat útján kerültem be a Kordia kiadóhoz. Még 2011-ben pályázatot írtak ki, a Kisteleki Hírmondóba jelent meg, és én addig érdeklődtem, hogy mennyire érdemes beküldeni, hogy nem-e valami kóborló helyzet, de viszont meggyőződtem róla, hogy ez egy nagyon is színvonalas írói társaság. Hát ugye vannak ismerőseim, és akkor ezáltal úgy több ágon próbáltam érdeklődeni, és amikor beküldtem a pályázatot, hát olyan 60 vers körül írtam, és hát nagyon vártam, hogy majd mikor lesz eredmény, hát egyszer küldték azt, hogy na, bekerültem a döntőbe. De viszont ez a pályázatnak az értékelése több mint egy évig tartott, mert annyi volt a jelentkező, és az 528 pályázat közül beválasztottak a 28-ba. És azóta folyamatosan kérik a verseimet, és írok is, tehát eléggé tág értelemben, tehát a szülőfalummal kapcsolatosan az természetes, hogy az ember azt nem felejti el, ahonnan jött, tulajdonképpen ott szívtam magamba a gyökerekből a minden szépet, minden jót, és 2004-ben kezdtem el írni tulajdonképpen. Tehát ez is egy külön történet, külön regény lenne, hogy én ezt leírnám, hogy miért és hogyan, de különben ugye, hogy már a párom 7. éve, hogy meghalt, ha valaki tudja azt követni, én is például most döbbentem rá, hogy 7. éve, hogy meghalt, pont most február 22-én lesz, és a 7. ontológiámat kaptam meg. Tehát valahol valami azért csak működik, úgy fentről, úgy merem fogalmazni. Hát lehet, hogy sokan ezt nem is értik, de ehhez tenni is kell valamit, vagy tenni kell érte sok mindent. Tehát az nem elég az, mint a lottót is, hogy megveszi valaki, hogy hú, hát most meg fogom nyerni az 5-ös találatot, és hú, milyen gazdag leszek. Nem, ez nem így működik. Tehát ha megveszi a lottót valaki, akkor se fog mindjárt nyerni, sőt, legtöbbször csak bedobja a pénzt, és nem nyer semmit. De viszont az életben valahogy úgy működik, hogy talán ha adunk másoknak, és azt a szeretetet nem felejtsük el, amit magunkba szívunk, úgy a családnak, úgy az embertársainknak, akkor körülbelül ilyesmi születhet belőle. És hát annak is nagyon örülök, hogy volt két könyvemnek támogatása is. Kistelek támogatta a 2014-es nyári antológiámat, és a 2014-es karácsonyi antológiát a szülőfalumba, Magyarodról támogatták, mert tulajdonképpen ugyanúgy tartom a kapcsolatot, tehát vannak testvéreim, akik ott élnek ma is, és szinte napi szinten beszélek, hol az egyikkel, hol a másikkal. Meg különben ott is meg szoktak hívni költészet napjára. Most például Magyar Kultúra napjára is hívtak, de ugye itt is helytállni, ott is helytállni, tehát az már a koromhoz képest, egészségemhez képest nem bírtam ezt megtenni, de vélet, tehát az is érdekes, hogy ott sem voltam, nem is tudtam, hogy pontosan miről van szó, hát küldtem verset is, fényképeket is, ezt is, azt is, és azért harmadik érzést kaptam úgy. De Magyarodon volt olyan is 2013-ban,
hogy vers pályázatot írtak ki, tehát lehetett verse benevezni a szülőfalomba, és ott a külön díjat kaptam meg. De viszont a nyugdíjas klubba is eljárok, és ott is. Hát amikor csak tehetem, akkor vagy új verse, vagy régebbi verset előveszek, de igen, csak igyekszek egy kicsikét úgy, attól függetlenül, hogy nem vagyok tanult, és nincsen magasfokú iskolán, attól függetlenül. Én úgy érzem, hogy talán egyre bátrabban kiállok azért, hogy tudjak valakinek valamit adni. Annak az idősebbeknek, hogyha valami jó szót tudok bele fogalmazni abba a versbe, akkor az már nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Hogyha adhatok másoknak, és látom, hogy mosolyognak rajta, és tetszik nekik. Hát több ilyen versem is van, tehát többfelé eljárok, sőt, hát már most 8 éve, hogy voltam például leges-legelső versemet, nyilvánosan a Katolikus Rádióban mondtam el 2008. március 6-án. És akkor ilyen rádióból is hallottam ilyen felhívást. Az 2009-ben volt, azt hiszem, igen, hogy Esztergomba is lehet versmondásra jelentkezni. Na hát akkor is gyorsan felvettem erre arra a telefont, hogy éppen hol is lehet az, mert ugyanis Esztergom is nagyon nagy szívem csücske. Akár más is, de Esztergom nagyon is, mert valamikor a nagymamám elvitt oda, és én is elvittem úgy szintén az unokámat is, és amikor én ezt a felhívást hallottam, akkor addig telefonálgattam, hogy hol van ez a helyszín, és mikor, és mivel, hogy lehet jelentkezni. Hát jelentkeztem annak ellenére, hogy amatőröket kerestek, hát én nagyon is annak érzem magamat amatőrnek, de az az igazság, hogy ott azért nem egészen amatőrök vannak, mert eléggé olyan versmondók vannak, akik országos versmondást nyertek minden, de én viszont annak örülök, hogy ott lehetek köztük, és tanulok tőlük. És Bács Ferenc színművész úr a zsűri elnök, tehát már 6 alkalommal voltam Esztergomba is versmondáson. És olyan jó találkozni olyan régi versmondókkal, egész olyan kis csapat van ott, akik úgy összetartunk, és aki rendezi, Váradi Eszterke, azzal is egy végtelenül jó kapcsolatom van mai napig is, úgyhogy nagyon szívesen megyek Esztergomba is verset mondani, meg a nyugdíjas klubbal is bárhova, ahova megyünk, például most március 12-én Megyeházára fogunk menni, és akkor utána Petőfi terep, Móra halom, Bordány, tehát ahova kell, és most legközelebb meg ugye majd lesz a farsangi mulatság, tehát már arra is fabrikáltam valamit, úgymond, és hát minden esetre nagyon el tudom magamat foglalni vele, mert tulajdonképpen mondjuk a munkát is nagyon szeretem, de a tollat is nagyon szeretem a kezembe fogni, és ha jön az ötlet, akkor azt igyekszem leírni. Melyek voltak az első versei? 2004. május 15-én egymás után írtam 2 verset, mert tulajdonképpen az osztálytársaim hívtak osztálytalálkozóra, és nagyon beteg voltam, és úgy éreztem, hogy valamit írnom kell, hát ne arról számoljak már be, hogy én milyen beteg vagyok, mi bajom van. Hát bementem a konyhába, és akkor hozzá fogtam írni. Hát leírtam azt, hogy ember, türelem rózsát terem, türelem a szép szó, a rózsa illata oly jó. Egy rózsaszál szebben beszél, mint a legszerelmesebb levél. Levélben lehet hazudni, de a rózsa magáért beszél. Illata mesél, az Isten adta néki. Legyél olyan, mint a rózsa, el ne hervadjál soha. A lelked legyen fehér, mint a hó,
illatozzál mindörökre, álmaidba, életedbe nyíljanak virágok. A virágnak is van lelke, ha gondozod, meghálálja neked. Te beszélsz hozzá, megsimogatod, virul neked. Figyeld a virág szavát, ha meghallod, az életed szép lesz és vidám. Csak rajtad múlik, meghallod-e a szavát. Hát én ezt akkor nem küldtem el, úgy éreztem, hogy ez csak emlékkönyvbe való, ez nem a szülőfalumnak való, gyorsan félretettem, és írtam egy másikat azon pillanatban. És az a címe, hogy álomvilág messze, messze. Álomvilág hol vagy? Messze, messze. Álomvilág miért kutatlak, miért kereslek? Álomvilág, ahol a patak is tiszta volt. Álomvilág, ahol a patak halkan csörgedez. Álomvilág, ahol a madár vígan csicsereg. Álomvilág, ahol a dombokon az árva lányhaj lengedez. Álomvilág, ahol a dombokról sebesen fut le a szán. Álomvilág, ahol vígan játszik, s szebb jövőről álmodik sok kisgyerek. Álomvilág, ahol a szelek fújtak messze, messze. Álomvilág, ahol hazudtak az álmok, messze, messze. Álomvilág, ahol sok barát, rokon lakik. Álomvilág, sok-sok mindent köszönök neked. Álomvilág, ahol az Isten lakik. Álomvilág mit adott nekem? Istent és szeretetet. Álomvilág, Istenem, szüleim, a testvéreimet köszönöm ti néktek. Álomvilág, míg élek, ezt soha el nem feledem. És ezt elküldtem az osztálytársaimnak, és beletetették az újságba. És körülbelül akkor így kezdődött valami, ami elindult, és 2004-2005 óta szülőfalomba is jelennek meg verseim, és úgy szintén kisteleken is. Tehát írok oda-haza is, tehát a gyökerek azért megmaradtak, és az a köldögzsinór nem szakad el, addig még élek. Melyik volt az első műve, amely egy országos antológiában megjelent? Ketté tört szív, ami 2011-ben volt a pályázat, és 2012-ben kaptam meg. Ez volt az első életemben, ami nyomtatásban megjelent, és a férjemnek a halála után írtam 26 nappal. Tehát ez jó, hogy egy mély nyomot hagyott bennem. És ketté tört szív, álmaink vonatán utaztunk, kedvesem. Sok-sok állomáson megálltunk. Ábrándozva mindig messze, messze egymásra találtunk. Az életnek viharait együtt szenvedtük át. Nem volt időnk szavakkal elmondani, dolgozni kellett, de lelkünkkel tudtuk, mi egy szív vagyunk, amit a szívünk érzett, többet ért minden szónál. Némán, csendben, a szívünk vérzett, teltek, múltak felettünk az évek, a múltra ritkán visszanéztünk, ami szép volt, feledni nem lehet. A te szíved az enyém, és az enyém a tied. Szívünk szeretetünk együvé tartozott. Kettőnk szerelme, gyümölcsei meglettek. Szívünkből szeretettel érlelgetni egy gyümölcsöket kellett. Az Istennek hálát adunk érte, a mi vonatunk lassabban zakatol megáll. Sokszor bizakodva megyünk tovább. Észre sem vettük, itt a végállomás, kedvesem. A te szíved már elment, de örökre él az én szívemben. Nélküled az élet siralmas halovány, lesem az égbolton, a csillagod mikor ragyog rám. Istenemet idelent kérem, vele s veled ragyogjak az égen, és ami összetört, újból egy lesz ott fent. Az örök élet vonatán együtt utazunk, kedvesem ott fent.
Az elmúlt napokban egy közlekedési esemény történt a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén. 2016. január 31-én a kora esti órákban egy személygépkocsi haladt Kisteleki irányából Kiskunfélegyháza irányába, amikor a jármű vezetője a féktávolságon belül a járművel elé ugró őzet elütötte. A balesetben dologi kár keletkezett, az intézkedő rendőrök megállapították, hogy a gépkocsi vezető nem vonható felelősségre a közlekedési esemény bekövetkezéséért. Szintén 2016. január 31-én biztonsági intézkedés keretében szállítottak a Kisteleki Rendőrkapitányság járőrei egy férfit az Ópusztaszeri pszichiátriai otthonba a délutáni órákban, mivel a férfi onnan engedély nélkül távozott. A Kisteleki Rendőrkapitányság ezúton hívja fel a járművezetők figyelmét a pára és a köd okozta korlátozott látási viszonyokra. Számítsanak vizes, csúszós utakra, latyakos útszakaszokra. A szeles területeken csökkenhet a járművek menet stabilitása. Vezessenek körültekintően, tartsanak nagyobb követési távolságot. Balesetmentes közlekedést kívánunk! A most következőkben Kisner Istvánnal készített interjúnkat tekinthetik meg, melyben a Kisteleki Epp telepre érkezett újabb kutyákról számol be. 2016. januárjában változott az Epp tartási törvény. Mégis milyen pontokban? Az új törvény úgy rendelkezik, hogy kutyát láncon nem lehet tartani január 1-től. Na most ez egy félreértés, mert a törvényalkotónak nem az volt a szándék, hogy kutyát ne tartsunk láncon, hanem az, hogy nagy testű kutyákat másfél méteres láncokon tartottak, és egész élete végéig. Tehát a törvény szerint lehet kutyát láncon tartani, de egy közepes termetű kutyát egy legalább 3 méteres láncon, egy nagy testű kutyát meg legalább 5-6 méteres láncon kell tartani, és a láncról néha elengedni, hogy tudjon szaladozni, a mozgásterét meg kell neki adni. Na most itt merül fel az a kérdés, hogy vannak olyan kutyák, ami viszont annyira vérmes, hogy azokat tulajdonképpen nem szabad elengedni. Hát ennek kellett kéne építeni, tehát, és itt értik félre sokan a törvényt, nekünk is ajánlottak fel ilyen kutyákat, mi ebben nem tudunk segíteni, tehát sokan megijedtek, volt egy megye, ahol 50-nél több kutyát oltottak el január hónapban. Tehát ez borzasztó. És nem, tehát nem értelmezik. Akinek bárkinek ilyen problémája van, engem nyugodtan felhívhat, én el tudom neki mondani, hogy mit tegyen, hogy tegyen, hogy a kutyája megmaradjon, és ne is büntessék meg. Hogy tehát az idei év itt a Kisteleki Epp telepen? Úgy indult az év, hogy tehát a szilveszterkor nem volt problémánk most a kutyákkal olyan szinten, mint tavaly, tehát nem volt sok elcsatangolt kutya. Amik most január hónapban bekerültek kutyák, az viszont 25 volt, viszont ezek olyanok voltak, ebből 20 olyan volt, aminek csipje volt, tehát bekerült, és egyből vissza is tudtuk adni a gazdájának, a gazdája vissza is vitte, örültek is neki, hogy nem kellett tovább keresni. Jelenleg 3 kutyus van benne a telepen, az első kutyusunk az egy rendőrség rendelte el a behozását, őt egy tanyán találták, étlen szomjan volt, nagyon rossz állapotban, ő egy harci kutya egyébként, ő kötelező karanténban van, és majd az ügy lezárt, akkor kiderül, hogy mi lesz a sorsa. Egy német juhászunk van benne, egy fiatal kutya be van oltva, már ő Németországba fog menni, Berlinbe, valószínűleg a hét végén. Meg van egy fekete, egy német juhász jellegű kutyánk, ő Pestre fog kerülni, már be van oltva ő is, valószínűleg ő pedig egy hét múlva megy a fuhara arra, és akkor viszik. Decemberben egy iskola adománygyűjtés szervezett az Epp-telep részére, kérem, meséljen erről. Egy félegyházi iskola gyűjtött nekünk adományokat, ők a gyerekeket arra nevelik, hogy segíteni kell a másikon és adományozni kell, és ebben a szellemben egy gyűjtőhetet szerveztek, ahol konkrétan nekünk gyűjtöttek, 45 ezer forint körüli adomány jött össze, ebbe konzervek, plédek, tápok, jutalomfalatok, vitaminok,
tisztítószerek jöttek. A tanárnő, aki szervezte, ő kisteleki születésű, és jelenleg ott Félegyházán tanít, ő volt ennek a főszervezője, ők áthozták, átadták az adományokat, utána egy órás program volt itt a tűzoltóknál, megnézték a tűzoltóautót, a gyerekek tűzoltóságot, kerültek egyet a tűzoltóautóval, nagyon jól érezték magukat, és megígérték, hogy júniusban ismét szerveznek egy gyűjtőhetet, és akkor megint nekünk adományokat fognak gyűjteni és idehozni. Nemrégiben indult számítógépes tanfolyam itt Kistelken a nyugdíjasok számára, akik szeretnék részletesebben megismerni a modern technika lehetőségeit. A tanfolyam részleteiről Tótné Tóth Anna számolt be stábunknak. Számítógépes tanfolyam indult itt Kisteleken nyugdíjasok számára. Milyen céllal és kinek a szervezésében? Régenben már több hónapja felmerült az igény a nyugdíjasok részéről, hogy szeretnének ők is képbe kerülni a mai modern technikával, és ezzel párhuzamosan megkeresett bennünket a Kurcavidéke Polgári Egyesület, hogy tudnának tartani a nyugdíjasok részére számítógépes tanfolyamot. És mivel ez a kettő dolog éppen találkozott, ezért hát felkerestem a nyugdíjas klubot, és ott elmondtam, hogy egy ilyen lehetőségük lenne. 24 nyugdíjas jelentkezett, és hát persze hónapokig tartott az, hogy tulajdonképpen ez az egész úgymond tanfolyam létrejöjjön, de a nyugdíjasok türelmesek voltak, úgyhogy a múlt héten, szombaton, január 30-án úgymond el is indult ez a 2x4 órás tanfolyam részükre. Milyen tanterv szerint folyik az oktatás, hol tartanak jelenleg? Nyilván igény szerint történik az oktatás. Három csoport van egyébként, 3x8-as csoport, de ezekben a csoportokban is van csoportbontás, hiszen vannak olyanok, akik már ültek számítógép előtt, vannak olyanok, akik még egyáltalán nem próbálkoztak a gépkezeléssel, illetve a bennük lévő programok kezelésével, ezért az oktatók csoportokra bontották a jelenlévőket, és hát megtanítják őket ugye legfőképpen a Word használatára, illetve az internet használatára, ugye többekbe felmerült az igény, hogy szeretnének az unokákkal szót érteni, és mondjuk egy Skype-ot használni, illetve olyan oldalakat felkeresni, ami az ő érdeklődési körüknek megfelelő. Lehet-e még jelentkezni a tanfolyamra? Erre a tanfolyamra már nem lehet, de szándékunkban áll, illetve hát a Kurcavidéke Polgári Egyesületnek, ha lehetősége adódik, akkor újabb csoportokat, újabb nyugdíjas csoportokat indítani. Nyilván ez egyrészt tőlük függ, és akkor utána esetleg, ha már most a riport kapcsán is felmerül igény arra, hogy valaki jelentkezzen és újabb tanfolyamon részt vegyen, akkor lehet nálam jelentkezni. Most következő mesefelolvasásunkban Benedek Elek a Vénkutya című meséjét hallgathatják meg kicsik és nagyok Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Benedek Elek, a Vénkutya. Egyszer volt egy ember, annak egy olyan öreg kutyája, hogy a csontot már nem tudta megrágni. Azt mondja az ember a feleségének. Feleség, meglövöm a kutyát, mert a csontot már nem tudja rágni, én pedig hússal nem tartom. Mondja neki az asszony, ne lője meg, lelkem uram, hancsótot nem is tudja megrágni, de jól tud ugatni, meg a tolvajokat elriasztja a háztól. De így is, úgy is, ő bizony meglövi, erősítgette az ember. A kutya meghallotta ezt, hogy mit akar a gazdája, elszomorodott erősen és bánatába kiment az erdőbe. Amint megy mendegél az erdőn, találkozik a farkassal. Kérde a farkas, hát neked az mi bajodva? Miért vagy olyan szomorú? Hogy ne volnék szomorú, mikor a gazdám meg akar lőni? Ne búsulj, mondja a farkas, segítek én te rajtad, kibékítem a gazdádat veled. Hagyj az életedet meg, hanem aztán adj egy bárányt nekem. A kutya odaígéri a bárányt, a farkas meg azt mondja, maradj csak itt velem az erdőben,
majd ha a gazdád idejön dolgozni a feleségével, meg a kicsi gyermekével, én ellopom a gyermeket. Neked általadom, vidd vissza. Meglásd, ismét megszereti a gazdád, és téged annyira fog szeretni, hogy nem lő meg biztosan. Hát, csak ugyanúgy is lett. Egy nap múlva, kettő múlva jön az ember a feleségével, hozzák a kicsi gyermeküket. Leteszik a bokor alá, és azzal a munkához fognak. A farkasnak se kellett ám több. Odabújt a bokorba, fölkapta a gyermeket, elszaladt vele az erdő szélére, ahol már a kutya várta. Észreveszi az ember meg a felesége, hogy a bokor alól eltűnt a kisbaba. De lett ám, Uramisten, sírás, rívás, jajgatás. Szaladtak erre, szaladtak arra, szaladtak mindenfelé. Ők sem tudták merre felé. Kiabálták a gyermek nevét, hát egyszer csak jő a kutya, hozza a gyermeket. De bezzeg lett ám a kutyának aztán becsülete. Hússal, kolbásszal tartották, plaplanos ágyba hálatták. Telt az idő, múlt az idő, egy éjjel aztán jön a farkas a bárányért. Ha nem a kutya, meggondolta a dolgot. Nem volt rá lelke, hogy a gazdáját megkárosítsa. Olyan erősen kezdett ugatni, hogy a farkas esze nélkül szaladt vissza az erdőbe, hanem visszakiáltott a kutyának. Hadd el, kutya, gyere csak ki az erdőbe, majd én megtanítalak a becsületre. A kutyának egyszer csak ugyan dolga akadt az erdőbe, de nem mert egyedül elmenni, hanem a nagy barátságot kötött előbb a Sánta macskával, és úgy gondolta, hogy most már ketten mennek az erdőbe. A farkas éppen ott sétált egy vaddisznóval, amerre a kutya tartott. Még messziről látták a kutyát, de nem tudták elgondolni, hogy mi lehet ott mellette. A macska a farkát kardnak nézték, azt hitték, hogy a kutya meg most már kardot kötött az oldalára. Hely, uram, teremtőm, megijedt ám a farkas meg a vadkan is. Nagy hirtelen a farkas fölmászik egy fára, a vadkan pedig behúzódik egy gödörbe, csak az óra látszik ki. Mikor a kutya meg a macska odaér, meglátják a vaddisznó órát, a macska azt hitte, hogy valami egér van ott. Hát nem belevágottam a vaddisznó órába. Jaj, ne bántsatok! Ordít a vadka. Ott a fánna bűnös, én nem vétettem senkinek. Macska erre eleresztette a vaddisznó órát, a vaddisznó meg elszaladt nagy ijette, mintha a szemét vették volna ki. Akkor a kutya meg a macska nagy mérgesen fölnéztek a fára, a farkas csak akkor látta, hogy kikkel van dolga. Erősen elszégyelte magát, leszállott a fáról, és kibékült a kutyával. Így is volt, vége volt, egyszerű kis mese volt. Január 31-én vasárnap a Kistelki téli teremrabdarúgó bajnokság C-ligájában szereplő BMG és Avengers csapatai mérkőztek meg egymással. A most következő felvételünkön ezt a találkozót tekinthetik meg. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
kezdjetek előre. Thank you.
táplálkozásról szóló előadásra került sor a Kisteleki Egészségfejlesztési Irodában, az előadáson szó esett az életmód változtatásról is. A most következőkben ezt az előadást tekinthetik meg. Szeretettel köszöntök minden kedves megjelent betegemet és nem betegemet. Fölmerül minden nap a gyakorlatban, a rendelőben, és nem csak a rendelőben, hogy kinek a vércukor szintje magasabb, kinek a húcsav szintje magasabb, kinek a koleszterin szintje magasabb, és akkor mit tegyünk. Szedjünk gyógyszert, ne szedjünk gyógyszert, ugye különböző gondolatok vannak ezzel kapcsolatban, és vannak, akik nem szívesen szednek ezekre a gyógyszert, van, amikor már elkerülhetetlen, és muszáj gyógyszert szedni, akkor küzdünk esetleg a mellékhatásokkal. Mit lehet tenni ezekkel a helyzetekkel, és egyáltalán hogyan tudunk egészségesebbek lenni, egészségesebben táplálkozni. Elméletben sem egyszerű, a gyakorlatban meg azt gondolom, hogy még nehezebb. Úgyhogy ezért is lesz olyan a mai előadás, hogy az első felében az elméleti résszel ismerkedünk, és második felében a gyakorlati résszel is, hogy ténylegesen mit fogjunk meg, mit tegyünk félre, hogy kezdjük el a konyhában a változtatásokat. És bemutatom önöknek a kedves barátomat, kollégámat, Vereckei Csaba doktorurat, a mentorom és a tanárom nekem egyben. Ő fog nekünk erről előadást tartani. Az első felében elmondja az elméleti részét, illetve a személyes tapasztalatait, és utána a felesége, Vereckeiné Médea fog nekünk azokról a dolgokról beszélni, hogy a konyhában mit, hogy kell csinálni. Mihez nyúljunk, mihez ne nyúljunk, mit lehet megvalósítani ezekből a másfajta alapanyagokból. Jó, köszönöm szépen, és akkor... Köszönöm a szót, szeretettel üdvözlök mindenkit. Először el kellett gondolkozom azon, hogy mit is fogok itt most mondani, mert ugye Szilvia úgy hívott engem meg, hogy beszéljek a paleózásra. Na, de én a paleózást élvezem. Ha valaki azt mondja nekem a rendőr, hogy paleózok, akkor minden érzékszer. Tehát ott én üldözöm. Nem volt ez mindig így, de én már elég tapasztalt vagyok, így csináltam a 90-es évek, hát mondjuk úgy, hogy érdeklődő, tájékozoltó, falusi házió, forráskúti háziorvosként. Igyekeztem figyelemmel követni, hogy mit művelnek az én betegeim. Egészségesek, kevésbé egészségesek. És hogyha akik vannak, hogy olyanok, akik biztos már velem együtt átélték a 90-es évekbe, kezdődtek ugye ezek az MLM-es rendszerű őrületek, és akkor évente volt egy új csodaszer, és mindenféle új divatok voltak, és közben az ember, ahogy öregszik, ha többé-kevésbé azért csak megtanulja a szakmán, a csínyát, dinnyát is, és nyilván azt is, arra is rájövünk, hogy hol nehezebb a bizonyos állapotokkal, betegségekkel bánni, hol könnyebb. Azt azért mindjárt az elején leszögezném, hogy abból induljunk ki, hogy a szekeres doktornő és én is orvosok vagyunk, és nem várható el tőlünk, és eszünk ágában sincs, hogy kilépjünk durván a szakmán szabályai közül, és hogy durván, vagy szóval, hogy egyáltalán szembe menjünk a szakma fő szabályaival. Az viszont elvárható egy házi orvostól, hogy minden egy, ugye ez most úgy divat, holott ez 50 éve is, meg 150 éve is így volt, hogy egyénre szabott terápiát próbáljunk megállapítani. És itt van az a kis szürke zóna, vagy átmeneti zóna, ahol szerintem egy házi orvosnak jó, ha tudja, hogy milyen őrületet csinál a betegen, és jó, ha tájékozottabban, meg mennyi pénzt költ rá, meg szóval, hogy milyen rettenetes történetek vannak ugye a mai világban. Úgyhogy ezzel tisztában vagyunk, legalább valamilyen szinten, és akkor ez, mint ugye mi a remélhetően orvosi tudásunkkal, meg orvosi szemléletünkkel, és ragaszkodva a szakmánk szabályaihoz, így benéltem, be tudunk tanácsot adni. Hát, vagy kis, ugye, és utak is címet adtam neki, 60 percet ígértem a Szilvinek, és be fogjuk tartani. Nagyon szépen kérem, hogy előre bocsássák meg, hogy én a feleségemet 5 óra 32 perckor fogom, és kiemelem majd a
kör közepéről, mert ő lesz igazából majd, akit nagyon fognak szeretni, mert úgy látom házi asszonyok vannak többen, nagyon helyesen, mert a mi sorsunk is, a feleségünk, meg az otthoni a házi konyhán fog dől el nagy rész. Azt egyáltalán nem ígérem, hogy én itt majd most elmondom, hogy mi a paleózás, hogy a ketogén diéta, vagy hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Egyet tudok ígérni, hogy figyelmet szeretnék fölkelteni, meg érdeklődést szeretnék kelteni. Egy, magyar alföldön, kisteleken, forráskuton, könnyen, egyszerűen, nem drágán használható, egyik lehetséges, nem káros étkezési mód. Életmód, étkezési szokások kapcsolatban, különös tekintettel, és mégis ezért vagyok itt, vagy jöttem el szívesen, már nem egy kicsit erős, tehát elvállaltam a szívük ezért, mert valóban üldözöm a paleózás, mert divat lett belőle. Nagyon sok hülyeség van, nagyon nagy üzlet lett, nagy kereskedelem áll a hátterébe, és egyáltalán nem arról szól, hogy be kell menni egy paleoboltba, és ott sok ezreket, meg tízezreket elkölteni, és a 25 féle édesítőszert mindig próbálni, és attól azt olyan betegek leszünk, mint a benne. Először is tisztázzuk, hogy miről beszélünk. Ugye, azt rögtön szögezzük le, hogy vannak ugye az, hogy diéta, az a magyar nyelvben, hogy azt jelenti, hogy ez egy speciális dolog, vannak szabályok. Zárójelben, a háttérben azt is jelenti, szerintem a magyar közbeszédben, hogy van eleje, közepe meg vége, mert egyszer csak elunjuk. Elfogy a pénzünk. Nem tűrje már a környezetünk, családunk, környezetünk, illetve olyan rosszul leszünk egy idő után, vagy annyira sikertelen, vagy eredménytelen, hogy ráhagyjuk. Tehát én szerintem ilyenbe beresekedjünk, ezért ne vegyünk adalékokat, meg egyebeket, de ez majd a későn. Azt ugye gondolom többé-kevésbé valamennyire mindenki érdeklődik az étkezés étrend téma iránt, egyébként nem lennénk itt. Azt ugye nagyjából megegyeztetünk, hogy három fő irány van Európában, négy. Miután mégiscsak orvosok vagyunk, ugye elsősorban a hivatalos, akadémikus, dietetikusok által javasolt könnyű vegyes diéta, étrend. De ez volna az igazi. Sok zöldség, kevés gyümölcs, tehát a könnyű vegyes, ez mindenki tudja, az egészséges. Ez jó volna, ha tennénk, valóban, ott azért, de az egy egészséges embernek jó. Na de hát ki egészséges itt közöttünk, itt látok egész fiatalokat is, biztos, hogy két nap alatt ki sikerülne bebizonyítani, hogy van valami baj. A mi szakmánk szabályai szerint diagnózist tudnánk felállítani, és onnantól ugye az életmód tanácsok mellett a fő fegyverünk ugye a gyógyszer. De most én erre egyáltalán nem fogunk beszélni, hogy szedjünk koleszterin csökkentőt, vagy ne szedjünk, mert az egy egészen más alkalom nem. Nagyon, ugye az elmúlt 30 évben egyeduralkodó volt, és ugye a hivatalos dietetikai tanács az a csapcsoknak is az alap tanácsa, ugye az alacsony zsírtartalmú étrend. Ezt egy mondattal szeretném elintézni, kiderült, hogy a koleszterin rossz, 35 évvel ezelőtt, és erre épült föl nagyon helyesen, egy egész rendszer, sok tudományág, és nagyon szépen jönnek a vérnyomás gondozások, a hirtelen halál, a szívstroke, ez való igaz, de nagyon sok ember ezt nem tudja kivitelezni. Elterjed, ugye nagyon tudjuk, hogy miről szól. Sok szénhidrát, sok zöldség, sok mag, teljes kiörlésű gabona, vagy gabona alapú. De hát nagyon sokan úgy gondoljuk, én magam is 3 évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy ez nem valami baj van, mert ez nekem nem jön be. Azon kívül itt élünk, majd erre mindjárt visszatérek. Az extrém dolgokat csak egy mondattal intézzük el, amit én most itt úgy jelentettem meg, hogy kereskedelmi, média és pénzügyi vállalkozások életmód tanácsadás köntösben. Tehát ezek a rettenetek, hogy csak párolt csirkemell brokkorival 2 hétig.
ilyen adalék, ilyen táplálékkiegészítő, olyan táplálékkiegészítő, ugye aki már kicsit megengedheti magának, az megy és vesz egy egyéni edzőt, hajmeresztő étrendtanácsokkal, és hát azért én is többé valamennyire fönt vagyok a neten, és látom, hogy mik a reklámok. Tehát ezt az egészet tegyük félre, ez is egy jó alkalom lenne, hogy milyen rettenetes dolgok vannak, ami mögött semmi nem áll, csak az, hogy őrül jól lehet vele pénzt keresni. És hát ugye, ami miatt most én itt vagyok, ugye az a ilyen óvatosabb vagy diplomatikusan úgy neveznek, de egyébként a nemzetközi világban most már valóban így is nevezhető, hogy low carb diet, tehát hogy nagyon sok olyan ember van, sok olyan betegség, beszélnek valóban az orvostudomány, és beszél arról, hogy civilizációs betegségek, hatalmas száma, járványszerű civilizációs betegségek, hogy gyakorlatilag azok az állapotok, emésztési zavar, kupfadások, ízületi fájdalom, a különböző allergiák, amik nagyon sokszor nem érik el a mi tudományunk inger küszöbet. Tehát igazából nem tudunk neki diagnózist adni, de mégis mindenkinek van valami panasza. Kupfadok, mit vakarózok, taknyos dolgok. Tehát ez a, tudjuk jól, hogy... És... nem tudom, egy ilyen 10-15 éves előzménye lehet, mert azért nem a levegővel beszélünk, hogy Skandináviában, Németországban. A világ sok helyén, tehát Svédországban is nagyon kemény küzdelmet, ott is jelentő módon házi orvosok megküzdötték a csatát, és ott azért most már legalizált a ketogén étrend. Mi annak az az alapja, hogy a szénhidrát alapról, mert ugye valami onnan energiát kell szerezni. Ha nem a szénhidrátból, akkor a zsírból, ez ugye az egy nagyjából általános iskolai tananyag, tehát mondjuk általános műveltség. Hogyha kidobjuk a szénhidrátokat, hagyjuk miért, nem akarjuk most megtanulni, akkor valahonnan kell energiát, és engedjük meg, hogy egy ilyen zsírt a beteg. Zsíros hús. Tehát azt jelenti, hogy sok zöldség, viszont csak arra figyelünk, hogy szénhidrátot, gabonát, hát cukrot nyilván, azt meg lehetőleg nem. És akkor mindjárt, ugye miért nevezik paleónak? Ugye hát ezen lehet viccelődni, hogy majd megyünk. Az ősember rohangásunk és félig sült húsokat teszünk meg a magokat egybe meg. Én nem hiszem, tehát van, mondjuk én ismerek 2-3 ketogén diétát. Nagyon jól értő, nagyon jó belgyógyász. És ők is, meg én azt hiszem, hogy én is, az a magyarázatot legjobb adni, hogy a leghagyományosabb, legegyszerűbb alapanyagokból, egyszerű konyha technológiával, az évszakoknak megfelelően is, meg az alapanyag összetételnek megfelelően. Tehát nyáron ezt a gyümölcsöt, decemberben megvágunk a disznót, és jó szívvel megesszük, mert hogy nekünk az van, mert itt élünk az Alföldön. Krumplink van, muszáj, zöldségünk. Tehát, hogy próbálj meg visszatérni azokhoz a dolgokhoz, amit biztosan tudjuk, hogy 1000-2000-3000-4000-5000 éve bajt nem okozott, mert nem haltunk ki. És próbáljuk letisztítani a modernitást, ezeket a technológiai csodákat az étrendünkből, ki azért, mert mindenki a szíve mélyén tudja, hogy mi az ő életét megkeserítő panasza, vagy tünete, vagy olyan, amivel megyünk orvostól orvosig, és nem, mi igyekszünk, de mégsem tudjuk megjavítani a helyzetet. Egy biztos, és akkor talán itt is azért is paleó, mert kerüljük, azaz nagyon tiltja, ez a paleo vagy ketogén, majd a ketogén szót mindjárt helyre teszem, valamennyire félig, mert itt tudom csak helyre tenni. Minden, ami termék. Mert ha belegondolunk, akkor ugye a tej terméke, miért tiltja a tejet, azért nem. És ugye nagyon kevés köze van a tejhez annak, amikor megyünk itt a szomszédba, a CBA-ba, és leszélek, összünk a folyosról. Akkor ezt így szoktuk mondani, nem én vagyok, de én találtam ki, hogy ami termék, ami ipari termék, tejtermék, sütőipari termékek. Ugye nem millió zárítják a péket, hogy nem lehet adalék nélkül tenyeret sütni.
például három fiatal kép, béket, azt mondja, hogy hazugság, mert olyan nincs. És meg van róla győződve. Tartósítok, adalékok, félkész termékek, ez mind a rettenetes gyanús dolog, mert hogy, tehát mi igyekezünk olyan, minden olyat kerülni, illetve hogy itt akkor, ha már arról van szó, hogy ma paleózunk, tanuljuk, próbáljuk meg megtenni, miről is szól, tiltjuk minden, amiben bármilyen gyanús van, bezárólag a guárgumival, meg a nem tudom milyen adalékokkal. Miért? Azért, mert azt viszont biztosan tudjuk, hogy 70 éve, 60 éve ilyet mi nem találkoztunk. És ugye a paleózás mögött azért még egyszer mondom, hogy kicsit nyitottabb a tudomány is, meg a világ, tehát jelentően mondom, Skandináviában, Németországban, ugye ez az evolúciós medicína kifejezés, ugye ez egy ismert dolog, kiépült, szépen a tudományos háttere meg alakulóban van, tehát szépen fejlődik, és azért az interneten lehet angolul, németul utána nézni, és nagyon klassz dolgokat olvasni, hogy komoly orvosok, komoly intézetek, Karolinska Institúttal bezárólag, Svéd Tudományos Akadémia bezárólag foglalkoznak, hogy lássuk is, hogy mitől vannak ezek a betegek jól, holott nem kéne nekik ugye jól lenni, mert igazából most ezt nem igazán, tehát nem, tehát a főszabályokkal ellentétes. Itt, ja, bocsánat, itt. Csak itt utolsó. Önmagamnak írtam csak föl, hogy azért is talán mondhatjuk, hogy paleo, vagy azért gondoltuk ezt, mert ez a sokan veszik a bátorságot, hogy szénhidrát mérgezésnek nevezik a korunkat. Gondoljon bele mindenki, hogy a átlagos napi komfort érkezés mellett reggeltől estig az elfogyasztott kaja mennyisége, nagy átlagban 80% szénhidrát liszt, és egyébben kilépek a Szeged belvárosába, ahol lakom, 150 métert megyek, és csak péket, hamburgerest, egy sütődét találok. Tehát, hogyha én elindulok otthonról, vagy a gyereket elindítom otthonról, akkor ez egy rendkívüli odafigyelés, hogyha kereskedelembe kell venni, rendkívül komolyabb pénzbe is kerül, hogy ne fogácsát, meg ne sütemét reggelizünk, illetve délig, ugye? Kávét iszunk, teját iszunk, tejporral, nem tudjuk mi az, cukorral, édesítőszerrel, azt se tudjuk mi az, és hogyha semmit nem teszünk, csak sodródunk a korunk, a divattal, meg a trenddel, akkor délig biztosan, hogy csak lisztet teszünk, illetve lisztalapot. Lehet, hogy van benne szendvics, majd jobb esetben, vagy bírsként, ne beszéljünk róla, de alapvetően, de ilyen nem volt régen. Tehát ez, hogy szemünk után, kívánságunk után, a divat után, én egy elég konzervatív pasi vagyok, tehát zárójelbe oda merem tenni, hogy önmegvalósításunkképpen, hogy én kívánom, hogy mindent megtehetek, mindent elérhetek. Szabadságomban van, jogom van hozzá. Én 6 hamburgert tegyek, és minden nap egyek hamburgert, és fornettin éljek, és ha én az ájszteját szeretem, akkor minden nap megígyak egy liter ájszteját, de bizony pedig nem tüntetlenül valószínűleg sok minden nem tettünk meg, például ez sem. Tehát szénhidrát mérgezés, ezt jegyezzük meg, hogy ha semmit nem teszünk, akkor nagyon könnyen a kaja alapja 80%-ban gabona alap, de mindenképpen szénhidrát. Miről is van szó? Miért lett ez ilyen nagy dobás ez a paleo, és most már sajnos, hogy miért vannak ilyen vadhajtások, itt ugye üzlet, divat, stb. Azért ugye az a evolúciós medicína egyik alap elmélete, hogy olyan dolgokat eszünk meg, amit nem szabadnak. Amihez mi itt Kelet-Európában jól állunk, mert 90-ig ugye mi egy zárt világ voltunk, itt nem volt guárgumi, meg nem tudom micsoda, meg 100 féle adalék, 90 után ugye kezdődött, de inkább egy jó 30-40 éves erőnyünk van a Nyugat-Európa, sőt Észak-Amerikához képest, olyanokat eszünk, amikről igazából nem tudjuk, hogy mi is lesz bennünk. Egy biztos, hogyha betettünk valamit, és azt nem tudjuk hasznosítani, akkor azzal van, amit kezdeni kell, tehát méregtel, ezt úgy hívjuk, hogy méregtel nyitani kell. És hogyha sok olyat legyünk, és lehet, hogy a szakmai szabályok szerint a élelmiszer engedélyeztetés, nem tudom, mi is az a szint, az kereskedelmi forgalomban
hozható, de akkor is ott a helyzet, hogy és akkor erre találták, nem én, okos belgyógyászok, házi orvosok, ezt a bizonyos áteresztő bélszindróma dolgot, hogy olyan dolgokkal mérgezzük a belünket, hogy ő ott egy kicsit begyullad. Ezt ismerjük, ha orvosok fölidézzük a harmad év, senki nem tanulja meg, senki nem jegyzi meg, a gyulladás első stádiuma, amikor még szinte semmi nincs, de már a funkciója oda annak a bizonyos szervnek, szövetnek, és ugye a vékony bél, vagy a bélrendszernek azért ez a négy funkciója az élethalál kérdés, hogy amit kell beenged, amit nem kell nem engedve, amit kell kint tart, amit, tehát ugye ez, hogy ha kint tartjuk, beengedjük, illetve amit nem beengedjük, ha aktívan be, ez borul, és ezért ennek lesz aztán rettenetes következményei, mert hogy olyan dolgok bekerülnek, amivel mérek, tehát valamit kezdeni kell. Itt most megállítanám ezt az egész paleo dolgot, mert én szerintem rossz irányba vezetni, most elkezdeném taglalni, vagy vitatni, most ez igaz, nem igaz, én mit gondolok személyesen róla, nem ez a lényeg, csak hogy fölhívjam rá a figyelmet, hogy aki elindul ezen az úton, hogy leszi a bátorságot, hagyjuk a gabona alakúét, és nézzük, mi ez a bőrület, hogy van azért ennek nagyon komoly alapja, vitatható is, vannak mellette érvek, vannak ellene érvek, de a hivatalos diéta étrendekkel kapcsolatban is vannak mellette érvek, ellene érvek, csak legalább próbáljunk meg tisztán látni. Egy biztos, hogy nemzetközi vitatárgya és alapos vitatárgya, ez a áteresztő bélszindróma, hogy van egy gyenge bélgyulladásunk, ami panaszokat okoz, puffadást, ugye az a hajmeresztő helyzet, hogy a betegségek nemzetköziben ott a BNO, ugye ez a bizonyos kódszám. Tehát már oda jutottunk, hogy van ilyen, hogy emésztési zavar puffadással, hasmenéssel, emésztési zavar puffadással, hasmenés nélkül, tehát ugye ott van egy, van ott 6-8 ilyen hajmeresztő diagnózis, ember röstelli is egy kicsit, mint hogy a beteggel ott ülök szembe, hogy igazából gőzöm nincs, hogy mi baj van, én ugye föltételezem, hogy sejtem. De hát ilyen nüanszki különbségek is vannak, de hát mindenki parancsos. Tehát igazából nem igazán tudjuk megoldani a problémát. Diagnózisunk van, egy hivatalos terápiánk is van, de mégis a panasz marad. De ha ezt elfogadjuk, hogy olyan sokan mondják, és lehet, hogy még rám is igaz, hogy gyullad, a belemmel valami baj van, és ez okozza a viszketést, az allergiát, a ízületi panaszt, a puffadást, a nem puffadást, hogy nem is értem már most miért látásokkal sok minden, pajzsmirigyem, hol ilyen, hol olyan, tehát gyulladásos betegségeket, akkor azt mondja, ez az áteresztő bélszindróma elmélet, és hát én ezért ezt nem nagyon láttam az elmúlt 3 évben forráskulti gyakorlatomban, tehát nem igazán tudnám cáfolni. Tehát egy esetet nem tudok mondani, amikor ne ott, mint egy nagy sötét árnyék, ne lenne ott a háttérben, gyerekeknél, felnőtteknél, egyre jobban már időseknél is. Mert rengeteg a emésztési panasz van, rengeteg a mozgásszervi, ízületi izom, mozgásszervi panasz van, rengeteg van allergiás állapot van, rengeteg határterület betegség van, amit ugye most hosszú évtizedes vita után mégiscsak autoimmunnak minősít a tudomány. Nyilván tanulnunk kell hétről évre, figyelnünk kell, mert van egy betegség, 15 évet nem volt, most meghatározottan az immunológusok gyógyítják, mert eltelt 15 év, és úgy gondoljuk, hogy most mégiscsak emellé tesszük le a voksa. És tehát sok ilyen panaszos ember van, az életet megkeserítő, kis dolgok, de mindennapi életet megkeserítő panasz, tünet. És annyi mindent kipróbáltunk, hogy ez a bizonyos pozitív reménytelenség állapot, hogy a beteg azt mondja, hogy elegem van, mondjon valami doktor úr, hogy lehetne jobb. Ezeknek az embereknek érdemes egy picit belegondolni, egy picit elgondolkodni rajta, hogy mi az, ami eddig nagyon nem jött be, és mi az, ami esetleg rám igaz lehet. És akkor még egyszer hangsúlyozom ezen az emlékeztető, hogy ugye 3-5-6-7000 éve a konyha technológia se sokat változott. Főzés, sütés,
Az alapanyagok nem sokat változtak. Az, hogy most jött a paradicsom, ment a krumpli, mi a helyzet a keményítővel, most sok a keményítővel, kevés, hogy ez 20-rangú kérdés. És a mi témánkat most, a mi mai témánkat nem érinti. De ez biztos, hogy 30-40 év alatt olyan sokat változott, és akkor itt még egy visszacsatás, de miért hívhatjuk paleónak, meg evolúciós medicina, evolúciós orvostudománynak, hogy emeljük ki ezt az utolsó 30 évet, ugorjunk vissza csak 150 évben, és legalább azt próbáljuk megvalósítani, mert hát ha jobban járunk, hogy ezt a csodálatos technológiai csodákat nem vesszük be a megféltettet belső rendszerünkbe, azért nem vesszük meg, és akkor, hogyha eztől megszabadítjuk magunkat, akkor, majd, akkor az nekünk jó lesz. Hogyan valósítsuk ezt meg? Hát én ezzel a témával kollégák, barátok, tehát úgy cipegettem, hallottam a hírét, és akkor kiderült, hogy van egy ismerős, van egy másik, aki aztán nagyon beleástam, mert nyilván volt egy folyamtársak, meg orvosi részt, meg barátság. De hogyha a feleségem, az ő majd elmondja, hogy miért, ha akarja, egy bizonyos panasza miatt nem mondja egy X vasárnap azt, hogy na jó, holnap reggel megszüntetjük a liszt, a cukrot, a lisztet, a szénhidrátot, akkor semmi sem, akkor mai napig sincs, se történik nálunk semmi. Mert hogyan valósítjuk ezt meg, ugyanis, mint ahogy mindannyian tudjuk, mert valamennyire biztos mindenki tájékozott meg. Ezt nagyon nehéz megvalósítani. Hogy elkezdek úgy nézelődni a neten, meg úgy elkezdek agyalni, hogy is legyen, meg mivel érzésítsük. Mert még egyszer szögezzük le, hogy minden, ami termék, azt próbáljuk meg elfelejteni. Fő szabály az, első pont, miután itt két ágon megy a dolog, egy szénhidrát ágon, meg a bizonyos allergia ágon. A szénhidrát ág az összesen cukor, liszt és krumpli, tehát mondjuk úgy, hogy egy nagyon-nagyon szigorú cukros diéta, de hogy én ezt szoktam mondani a kedves betegeimnek, vagy az érdeklődőknek, próbálja meg elfelejteni az édes ízt. Ha ez sikerül, mert ugye az édes íz tanult dolog, mind velünk is úgy tanították meg, hogy az jó, sajnos mi is csináljuk, én is. A saját gyerekeimmel minden dicséret édességhez van kötve, édesízhez van kötve, ugye? Születésünkre, halálunkig. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon keményen beégett dolog, és nagyon nehéz elfelejteni, hogy az édesíz jó. Meg a frissen sült házi fogácsa, hú, de milyen finom. De ha csak annyit meg tudunk tenni, hogy kettőt hátra lépünk, azért meg lehet a kávét tenni cukor nélkül. És miért? Azt majd mindenki megtanulja magam, hogy adok hozzá segítséget, hogy hol. Tehát, hogy próbáljuk meg, minden kövessünk el, hogy radikálisan kiétsük az édességet, cukrot, cukrokat, és főleg van minden alkalommal főleg, hogy gyümölcscukor is cukor. A paleo elvegyik, nagyon fontos lényeg az, hogy gyümölcsöt nyáron, amikor érik, nem sokat, mert évezredeken keresztül nem tudtunk, ha akartunk 2 kiló banánt megenni, de jön a február 2-án. Egyáltalán egy gram banánt nem tudtunk enni február 2-án, meg egy gram megszőlőt sem, meg almát sem, hanem csak 2 hétig vagy 3 hétig, amikor érett. Tehát a szőlőcukor, ugye itt már feszegettünk keményen az én szakmámnak a szabályai, tehát a gyümölcs is cukor. Abból se, tehát nincs az, hogy korlátlanul együk, tehát elfelejtjük az édes, így leépi mindent, elkövetően minél kevesebb cukrot, szénhidrátot. Itt úgy alacsony diabetogén, magas diabetogén, szénhidrátokról megint nem beszélnék, aki érintett, mert a korbeteg az úgy is tudja, hogy mit jelent ez. Tehát minden. Hát egy nagyon-nagyon kegyetlen cukordiétát jelent, és nem azt jelenti, hogy mostantól akkor zsírt teszünk kanállal. Van olyan betegség, aki ha zsírt teszik kanállal, meg marhahúst, személyes és nemzetközi tapasztalatot, a irodalom megjelent cikkek alapján kivirul, de most mi nem erről beszélünk, mert mi csak érdeklődők vagyunk. Zöldség alapon, és nem félünk a zsírtól. Megpróbáljuk, mi van akkor, ha radikálisan megszüntetem, leépítem a szénhidrátot, tehát a lisztet és krumplit, lehetőleg nulla cukorral,
Hagyjuk a fenébe ezt a koleszterin dolgot, adjak magamnak 2 hónapot, 3-ot, akármilyen beteg is vagyok, tűzbeteg, ilyen beteg, olyan, adjak csak 8 hetet, az semmi, ugye? Hogy a radikális váltással vajon mi lesz, és ugye hát nyilván kell hozzá házi orvos, vagy valami kis segítség, hogy nem, nyilván az ember kíváncsi lesz 4 hét után, már rettenetes előbb, akkor mennyi lesz a húcsavam, mennyi lesz a trigliceridem, mennyi lesz a CRP-m, tehát nyilván a több dolog, és akkor lássuk. És ezt kell tanulva, hogy a olajos magvak témája. Tényleg csak ilyen, nem arra, hogy szívű, látom, nekem csak tetszik, amit most csinálok, de ilyen, most minél több témát szeretnék fölvetni, hogy hát, ha minél több ember hall olyat, amivel majd hazamegy, és utána kezd utána nézni, vagy elkezd gondolkodni. Ugye az omega 3 gyorsabb kérdés. Ugye ez is, mint a legtöbb, így a fehér ember, ez Európa, kultúrát, világkezében, ez is ugye egy őrületes ügyletet, mint az őrült. Adjuk el azonnal a 3 készítményeket, soha drágan, ugye? Egy közepes árfekvés, jó meg a 3, 5-6 ezer forint havonta, de inkább 10. Nem tudom, voltam már a füvet omakolt, vagy valami jobb omega 3. Mert ugye 1-2 egészséges az olajosnak, de az meg omega 6. Tehát ez is egy olyan, és ez egyáltalán nem szerint, hogy mennyit eszünk, ebben a mi szempontunkból, hogyha ugye zsír alapon vagyunk, eszük a sült oldalas dögivel, akkor kellene még nekünk 3000 évnek, 6-8000 év omega 3-at venni jó minőségű, nem föltétlenül, mert csak arra kell figyelnünk, hogy az aránya megfelelő legyen, mikor sokat nassolok én, megijedek és rákapcsolok egy kicsit szigorúbban, mert azért szoktunk lazsukálni, ugye, így főleg így ünnepek után, és akkor beteg leszek, mindegy, nekem én miért vagyok kitartóan ketogén étrenden, mert nem csinálom, beteg vagyok. De nem rólam szól ez, de biztos mindenki el tudja ezt mondani, hogy ez a panaszom, az a panaszom. És kicsit többet nasolgatok, mi az alapvető nasolás, a dió, meg a magyaró, ugye? Nem a földi magyaró, mert a szüvelyes, nem magyaró, ez nem olajos mag. Csak annak látszó, ez is tipikus 20. századi történet, hogy földi magyaró, magnak látszik, de nem az, ugye? És akkor attól is beteg leszek, hogyha a harmadik marék diót megeszem, mert akkor és olyan jó ezt ember önmagán érezni azt, hogy te ne egyed meg, ez is igaz. Úgyhogy, hogy most a omega 3, meg omega 6, meg micsoda, ezt nem tanácsolom, ezt azért tettem oda egy pontban, ilyen részletekbe nem menjünk, ki a maga épp sorsába, meg életében, majd ha oda eljut, mert nagyon sok, nagyon bátran, nagyon sokat tapasztalt már, akkor ilyen kis részletekbe is bele lehet menni, hogy miért nem fruktóz, miért tilos fruktózzal édesíteni, miért nem kell omega 3, omega 6-at külön tölteni, és 20 perc a hátra, úgyhogy 5 perc alatt lezárom, mert tudom, hogy a feleségem az nagyon fogják szeretni az asszonyok. A fő tanácsom az, hogy ugye most azt gondoltuk, itt most étrendről fogunk beszélni, meg életmódról, meg diétáról, de nem. Nagy, mint öregkedő falusi háziorvos, biztos vagyok benne, itt jelenlevő mondjuk 30 emberből 28-nak van az életét megkeserítő olyan panasza, olyan tünete, amihez nem sokat tudunk hozzászólni, mint orvos tudomány. Van a családjában kezelt, eredménytelenül, sikertelenül kezelt légúti allergiás gyermeke, felnőttje, rokona, szomszédja. Van a közelében, az életében reménytelenül kezelt, bizonytalan diagnózisú pajzsmirigy beteg, fiatal idősebb asszony. Hol ilyen, hol a duzzad, dobog a szívem. Tehát van olyan izületi mozgásszervi, bélrendszeri beteg, akik vizsgálgatnak, panasza van, nincs diagnózisa. Hát mindig fölmerül, talán autoimmun. Már voltunk is a reumatológián, de most megyünk is, de nem is tudom. És igyekszenne nagyon egészségesen étkezni. Igyekszik betartani a szabályokat, de se idegekkel, se türelemmel, se pénztárcával nem bír. Mert az egésznek, hogy én miért
például most miért vagyok itt, meg hogy én miért engedem a szigorú tanácsadással. Meghalom, hogy valakit a családról meghalom, hogy esetleg paleózik, én becserkészem őket, hogy hatalmi szóval, mert már rég öreg vagyok, oda behívom ő vala az anyukát, és átbeszéljük, hogy ez mit is jelentsen. Mert ha ezt észre a helyi viszonyokra, az egyes emberekre, de legalább a családokra egy orvossal átbeszél, hogy mit jelent ez a low carb diet. Kevés szénhidrátot kivontam, és megengedem a zsírt. És ezt hogy szabad csinálni, hogy nem szabad csinálni, és ezért örülök az önnek a Szilvisért. Ugye, mert utána 35 kilót fogytam, tehát azért nem volt könnyű, nem volt nehéz a Szilvinek érdeklődni. Utána már nyilván ő is ismertem egy állapotban, most egy kicsit, most nem jó állapotban vagyok karácsony óta, de már dolgozom rajta, illetve a feleségem fog rajta dolgozni, mi van otthon, hogy azt tanul, és te azért az bőtt. Érzem, az ember azért, akkor azt teszik, amit talán nem, hogyha tártam. Ezért én mindenkinek azt mondom, hogy a mai, meg mi is, mint orvosok, ne igen várjuk el, hogy a rendszerben nincs az benne, hogy bizony, vegyük kezünkbe a sorsunkat, de nem az, hogy önjárók legyünk, meg ilyen hülyeséget csinálunk, hanem önismereti túrának javaslom azt, hogy ismerkedjünk ezzel. Legyünk bátrak megfigyelni. Ez a legegyszerűbb dolog. Megeszem valamit, utána rosszul leszek. Mondhat akármit a média, meg a tudomány, meg minden. Ha én tudom, hogy én halászlé után rosszul leszek, és 30 évig postam utána, és egyszer, kétszer, háromszor is megtapasztom, hogy na igen, de ha nem eszem hozzá meg három szeret tenyeret, hogy milyen finom fehér tolom, ugye az a kenyér, az majdnem fölér a halászlé. Akkor nincs semmi bajom, akkor azért csak elkezdek el gondolkodni, orvosként is. Tehát erre szeretném legfőképpen a figyelmet fölhívni, hogy legyünk bátra, mindenki a kis maga bajával, és kezdjük el figyelni, hogy igaz lehet-e az, hogy büntetlenül nem ehetek meg mindent. És én azért nem mentem úgy bele, hogy most a tej, igen, nem. Teljes kiőrzésű gabona, igen, nem, meg a lektinek, meg minden, mert egyébként viszi, sodorja az ember magát, az ember magával a tapasztalatot. Bátorság, és ha már itt vagyunk, és ennyi figyelmet rászánták a jelenlévőt, hogy na mi a fene ez a paleózás, ez a fő üzenetem, hogy egy ilyen bátorság és önismeret. Fogadjuk el, hogy, hogy nem ehetünk meg, hát ha igaz, hogy büntetlenül nem lehet mindent, nem lehet minden nap megenni egy fagyasztott pizzát. Rengeteg családon, biztos kis terekem, és azt gondolják, szegénység van, biztos van. Na, de hát számtalan családon, ahol hetet, háromszor, négyszer, két-három fagyasztott pizzát vacsoráznak, megőrül a tehát, és az ember mondja, hogy no, és mégsem. Sok szerelmet. Azt is, szerencsét, önbizalmat, meg hát a sok szeretet. Itt fogom hagyni ezt a szekeret doktornőnek. Egyik fő kérdés nyilván majd most rövidesen is, tényleg egy perc van átlan, és akkor van 20 perc, hogy mit is főzünk. A szerintem a leghasznosabb dolgok, ugye az első kérdés, jó, de mit tegyünk kenyér helyett. Mi ettünk, kenyereztünk, köszönöm a feleségemnek, átlunk az fél évig, és elkopott. Nyilván három gyermek van ott, van a negyedik kollégiumban. Nyilván krumpli mindig volt végig az asztalon, de van, hogy hetekig nem fogy el egy kiló. De volt, most már rákaptak megint a gyerekek. Jobban fogy. De voltak időszakok, hogy alig fogyott a kenyér is, mert tehát, ha én, a gyerekeimnek is megvan a maga baja, és jobban, tehát jobban voltak vele, hogy teljesen normál haja, de kerültük a tiszt kriskrumpli. Mi legyen a kenyérrel? Szerintem nem olcsók a paleó kenyerek, meg otthon nagyon egyszerűen lehet sütni, meg tetszik, majd mindjárt látni. A elfogadható áron, interneten rendelhető, élvezhető az országban szerintem, bár nem nagyon ismerem, mert évek óta nem követem, hogy most ki a legjobb paleó kenyér. Fölmegyünk a netre, Lamina, Pékség, Papstesség, megnézni, rendelni, Kistelek elég nagy hely. Azt tudom, hogy például a Móra alma lehet kapni, mert megéri valamelyik boltosnak rendelni, de a Lipóti paleó se rossz, kicsit drágám.
majd a nejem fogja említeni, hogy nem kell menni sehova, egyáltalán nem kell 20 ezer forintot abstart, mindjárt az elején elfölteni azért, hogy egyáltalán nekik a kezdjek, egy pillért kell elfölteni hozzá. Több mint a cukrász nagykerbe vásárolunk, ahogy tudom, hébe hova, de inkább csak sátoros ünnepek előtt. És ezzel kapcsolatban fő tanácsom az ugye, hogy Szendi Gábor, ki ne ismerni ezt a nevet. Szendi Gábor, tisztán becsülöm, de a honlapjára csak az menjen föl, aki már őrületesen nagyon tud magáról, önmagáról. Olvasom a Szendi, tehát a, mondjuk így, hogy a kereskedelmi kiadványokat. Olvasom, és hú, de jó ötlet. Meg egy kis szélit, meg egy kis ez, meg így, meg úgy. Aha. Akkor, amikor tudom, hogy egyáltalán, meg most egyáltalán ez ránk vonatkozik. Hát attól, hogy valamire rájöttük, hogy paleó, és mi megtapasztott, hogy fene egye, meg tényleg panaszmentes vagyok, liszt nélkül, meg cukor nélkül. Nem azt jelenti, hogy ez én paleóm, és én ezt, jelenleg én ezt állítom, mint gyakorló orvosként is követem, meg a családom belül is ezt csináljuk. Ez nem azt jelenti, hogy önnek ugyanazt jelenti, mert van a szigorú, radikális paleó. És aki tényleg akar egy kicsit tanulni, egy kicsit több időt rászállni, nem kell hozzá orvosi diploma. Egyetlen semmilyen diploma nem kell. A Tóth Csaba zseniálisan tud blogot írni, jegyzetet írni. Hogyha, és aki beteg is, meg esetleg hajlandó még a saját orvosával is egy kis konfliktus vállalni, és tényleg szeretne mélyedni a dologban, akkor ott viszont Tóth Csabát javaslom, és nyilván ismerem őt jól személyesen, őrült, tehát ő a tipikus, egy kerékkel több van neki, viszont a Tóth Csaba honlapján, ez a paleomedicina.hu-n mindent meg lehet találni. Van egy kérdés, rövid keresgélés után valamelyik írásban van, ugye ez a nyilvános része, őt javaslom. És búcsúzom még egyszer azt mondom, hogy ön bátorság és önismeret. Átadnám a feleségemnek a szót. Ja, és annak fejében, hogy 50-62 perc után fogjuk magunkat és elmegyünk ott, hogy annak is a igénymerülési e-mail címemet, és tessék használni ott a... Remélem, hogy hagytam kérdéseket, vagy hogy merülnek föl kérdések, és szogasznak mindenkit arra, és rettentő bonyolult e-mail címemet tessék használni. Azt nem ígérem, hogy aznap, de néhány napon belül válaszolom. Köszöntök mindenkit szeretettel. Hát én a praktikus részét vállaltam, és igyekszem minél rövidebben, tömörebben összefoglalni, ami ebben kapcsolatos. Amikor mi belefogtunk, akkor nyilván nagy lendületen, mint mindenki a diétába, mindenfélét bevásároltunk, és nyilván el kellett tenni egy bizonyos időnek, hogy rájöjjek arra, hogy mi az, amire szükség van ebből, és mi az, amire nincs szükség ebből. Tulajdonképpen, ami a tapasztalat átadása, ez csak erre vonatkozik. Most már tavasszal lesz 3 éve, hogy én a konyhában ebbe belevetettem magamat, és a legnagyobb tapasztalatom az az, hogy legfőképpen az alapoknál kéne kezdeni, és nem bevásárolni mindenféle extra dolgokat, amit fölkínál nekünk az újság, vagy az internet, vagy bármi más. És legfőképpen a legnagyobb tanácsom az, hogy inkább elhagyni dolgokat, és nem feltétlenül pótolni azokat, amiket elhagyunk. Ez azt jelenti egész pontosan, hogy például, amikor készítünk egy főzeléket, ne az legyen a legfontosabb, hogy liszttel beharbarjuk, vagy egy levest berántsunk, hanem megpróbáljuk elfelejteni azt a lisztes pluszt, amit hozzáadunk. Egy főzeléket úgy is el lehet készíteni, hogy nincsen benne liszt, ez hiába tűnik olyan hihetetlennek elsőre egy háziasszonynak, igenis ugyanolyan finom, és a zöldséget fogjuk érezni belőle, nem a lisztet fogjuk érezni belőle. Aki a sűrűségét szeretné megtartani például egy főzeléknek, annak például azt tudom tanácsolni, hogy bottormixszal menjen bele egy kört, és akkor már mindjárt olyan érzése van, mintha be lenne sűrítve az adott főzelék. Levesekbe se rakok egyáltalán semmiféle lisztet. Hogyha valaki nagyon ragaszkodik hozzám, például egy paradicsomlevesnél, aminél legyen valami kis tartalma, abban valóban alkalmanként belerakok mondjuk egy kanál gesztenyelisztet, és akkor azt egy picit megpirítom. De én például a spenótot is megcsinálom úgy liszt nélkül, hogy senki nem veszi észre, hogy nincsen benne liszt. A sült húsok, azok teljesen egyszerű dolgok, köretnek hozzá zöldségeket lehet, vagy akár főzeléket.
A rántott hús szokott lenni a legkardinálisabb probléma, mert nyilván az a mi étkezésünkben eléggé benne van. Eleinte próbáltam valamiféleképpen kiváltani, hogy ugyanúgy megcsinálom, bepanírozom, és akkor hogy úgy tűnjön, mintha ez egy rántott hús. De szerintem ez egy fals dolog, mert ugyanazt nem lehet produkálni. Szerintem vacakabb lesz, rosszabb lesz, ehetetlenebb lesz, hitvány lesz, semmire se jó. Szerintem maradjunk egész egyszerűen a natúr szeretnél. Ha mindenáról akarunk enni, akkor minél ritkábban együnk rántott húst, vagy minél ritkábban sokkoljuk magunkat, nyilván a tömény liszttel, meg a prézlivel. A sütemények szokott lenni még, ami mindenkit nagyon izgat, hogy mennyi süteményt tud rakni az asztalra, vagy a hétvégén. És én hoztam többfélét, készítettem, nyomtattam ki recepteket is, és én azt mondom, hogy ezt is inkább ki kell próbálni, hogy ki az, aki milyen íz szeret inkább, a családban inkább mit preferálnak, de hát bizonyos dolgokat, a kertészdás dolgokat, meg a pogácsákat nyilván azt semmivel sem lehet próbálni pótolni. Meg lehet próbálni mindenféle alternatív dolgokkal, de ugyanazt az ízt sosem fogjuk visszakapni. Helyette kapunk egy nem feltétlenül jó ízt, és nem gondolom, hogy ezt feltétlenül meg kell mindenkivel szerettetni. Inkább ilyen, hogy is fejezem ki magamat, nem tudom, hát majd a receptekből meg lehet látni, hogy a lisztet én például vagy kókuszreszelékkel, vagy darádióval, vagy mandulával, vagy egyéb más dolgokkal pótolom, amit viszont tökéletesen lehet kiváltani. De már mondjuk egy krémest, amiben ugye habok vannak, vagy krémek vannak, azt például semmilyen módon nem lehet pótolni. Lehet venni kókusztejet, meg tejszínt, meg mindenféle dolgokat, de ugyanazt azért sose fogjuk visszakapni. De például egy piskótát megcsinálni, ami ugyanúgy néz ki, ugyanazt a formát, ugyanazt az alapot küllemet produkálja, és ízre is nagyon hasonló, az például simán csak darádióval is meg lehet csinálni, ugyanavval a metódussal, mint hogy megcsinálunk egy piskótát. Nincsen benne semmi különbség. És ugyanúgy meg lehet tölteni egy cukor nélkül készült házi szilvalekvárral, és csinálunk belőle egy piskótatekercset, és ugyanazt az élményt kapjuk tulajdonképpen, mint egy hagyományos piskótatekercsnél. Nem tudom, van-e kérdés, amire egy konkrét kérdés, amire tudnék válaszolni, és akkor jobban tudnám, hogy ki az, aki mi iránt érdeklődik a konyhában inkább. Hoztam palacsintát, amit gesztenyelisztel sütöttem, gyakorlatilag ugyanúgy készítettem el, mint a hagyományos palacsintát, nincsen semmi különbség benne. Azon kívül készítettem egy banántortát, aminek a ezt sütés nélkül készítettem, aminek a tésztája darádió összekeverve szilvalekvárral, ami ugye nyilván cukor nélkül készült, amiből csináltam egy masszát, kinyomkodtam a formába, a banánt pedig összeturmixoltam zselatinnal, azon kívül raktam bele fahéjat, ízesítésképpen egy kis citromot, egy leheletnyi mézet, én semmiben nem rakok cukrot, se szilitet, se hasonló édesítőszert, hanem ha szükség, akkor mézet rakok bele. És akkor ebből készítettem egy tortát, azon kívül csináltam kétféle kenyeret. Eleinte megcsináltam a kenyér utánzatú paleó kenyereket, ami nekem nem ízlett. Nem tudom, hogy próbáltam már valaki enni, készíteni, hogy milyen élménye volt, milyen... Az a baj, hogy mindegyik nagyon sok tojást használ, és gyakorlatilag ilyen piskóta-szerű élményt kap utána ízre. És nekem egyszerűen büdös volt. Hiába éreztem azt, hogy minden benne van, aminek benne kell lennie, meg úgy is néz ki, ahogy a képen van, meg látványra, meg amikor elszeltem, de szerintem egyszerűen élvezhetetlen és nem jó. És arra jöttem rá, hogy inkább ilyen pirítószerű dolgokat csinálok, abból is hoztam kétfélét, hogy egyszerűen annyira laposra nyomom ki, és gyakorlatilag megszállítom a sütőbe, mert ezt nem mondanám sütésnek, hogyha mondjuk berakok egy negyed órára, gyakorlatilag a magvakat vagy tojással, vagy tojás nélkül vízzel összekeverve fűszerekkel egész egyszerűen kiszállítom, és utána eltöröm, és úgy néz ki, mint egy, nem tudom, mihez tudnám hasonlítani, mint a sajthoz, az a sajtosnak hívják, az a kis kerek, tallér, sajtos tallérhoz, tudom, itt hirtelen hasonlítani, mint így eltörünk. Nyilván annál egy kicsit vastagabb, és ez igazából az csak arra jó, hogy nem tudom, mivel tudnánk enni zsíros kenyér helyettesítésképpen. De én például a pörköltöket, amikor csinálom, akkor azokat savanyúsággal szoktuk enni, az a köret. Vagy főzelékkel, ami a köret. Úgyhogy én azt mondom, én azt tanácsolom a háziasszonyoknak, akinek van benne tapasztalata, és
nem egy fiatal asszony, aki mondjuk a paleóval kezdi mondjuk a szakácskodást otthon, mert szerintem az egy borzasztó dolog lehet, mert abból semmi tanulni nem lehet, se jó érteni nem lehet. Nem pótolni, amit el szeretnénk hagyni, hanem egész egyszerűen kihagyni, és a köretnek választani olyat, ami az ízlésünknek megfelel. Aki szereti a savanyúságot, egy ilyen savanyúságot, aki szereti a főzeléket, egyen hozzá főzeléket, vagy friss zöldséget, de különben ne akarjuk mindenáron megerőszakolni ezt a dolgot, és bármi áron helyettesíteni az elhagyandó dolgot. Én ezt vettem észre, hogy számomra ez okoz igazság szerint az étkezésben élményt, hogy meghagyom a meglévő ízeket, amiket szerettem, és nem feltétlenül akarom valami olyannal pótolni, aminek nincsen élvezete egyáltalán. Hát láttam, hogy akkor a reakciókból, hogy akkor ő már próbálkozott ilyenekkel, és hogy akkor hasonló volt a tapasztalat, hogy... Pontosan ugyanez, hogy rengeteg erőködéssel jár, hogyha az ember szigorúan akarja a szabályok szerint az étkezését minden áldott nap csinálni, de ha egy picit azon lazítok, hogy ha nincs kenyér, akkor savanyú borkával, vagy bármivel megeszem, akár tényleg kipanalazom a zsírt is, de nem feltétlenül muszáj enni hozzá kenyeret. Igen. Tehát, hogyha azt tudatosítom magam, hogy nem kell a pörkölthöz kenyeret ennem, nem kell hozzá galuska, meg nem kell krumpli, akkor kész. Tehát a töltőkáposzt is ehető minden nélkül. És az egy remek paleo étel. Igen, de nagyon sok, hát hogyha a pörköltöknek a tárházát nézünk. Ha nem bolondulunk bele abba, hogy szigorúan azt az egy dolgot, azt nekem nem szabad enni, de megeszem, mert most az van benne, és akkor inkább nem eszek egy másikat. Igen. A Szendi Gábornak az újságában, ugye azt is olvastam, hogy nem feltétlenül muszáj mindenben szó szerint ragaszkodni hozzá, hanem próbáljuk megközelíteni, és ha már közeledünk hozzá, akkor tök jó. Akkor igen. Az oké. Okay. Tehát nem hagyjuk el annyira, hogy ne okozzon örömet az étkezés, utáljuk leülni az étel mellé. Hát, hogyha hozzáfogunk az étkezéshez, azért azt javaslom mindenkinek, hogy egy 2 hetet hagyjon magának, hogy elhagyja teljesen a gabonát, a keményítőt, meg a tejterméket. Azért, hogy egy önvizsgálatot tartson. Hogy 2 hét elteltével tapasztalja a saját szervezetén, hogy ez milyen hatást vált ki. Aztán utána, hogyha visszaveszi mondjuk a tejtermék közül bármit is, akkor tapasztalja ki saját magán, hogy 2 hét elteltével, amikor megnyugszik a szervezet, úgymond egy ideális állapotba kerül, akkor az újból bevitt, régen használt termék milyen hatást vált ki rála. És hogyha rossz hatást vált ki, akkor beigazolódik, hogy akkor azt én nem tudom használni, nekem az nem jó, nekem az rosszul esik, én attól beteg vagyok. És valamiféleképpen saját magára, vagy a családjára szabva átalakítani valamiféleképpen az étrendet. A kenyér abból a szempontból nagyon, nagyon sarkalatos probléma, hogy a gyerekeknek mit rakjunk az iskolába szendvicsnek. Szóval ez borzasztó. Benn vannak a közétkeztetésben, mit kapnak, kenyeret kapnak. Szóval ilyen szempontból egyszerűen nem lehet kiváltani. Eleinte megsütöttem, megcsináltam nekik, és mivel hogy ő egészen más teszik, mint a többiek, hát fütyiszt mutatott. Nyilván ez egy teljesen természetes, automatikus folyamat, hogy nem tudom neki fölkínálni. Ráadásul azt az ehetetlent, amire én is azt gondolom, hogy nem jó, nem fogom tudni tőle elvárni, hogy megegye. Most, hogyha adok neki egy ilyen pirítószerű szeletet, az nem ugyanazt az élményt nyújtja, mint egy rendes szendvics. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon nehéz, nyilván törekszik az ember arra, hogy otthon megreggelizzen optimálisan, egy rántottával, egy tükörtojással, amit szintén vagy savanyúsággal, vagy valami zöldséggel, vagy valami olyan formában fogyaszt el, amivel nem víz be plusz szénhidrátot, és akkor nyilván kevésbé lesz majd az iskolában is éhes, mert ezt én magamon is kitapasztaltam, hogyha reggel megeszem azt a 2-3 tojásból a rendes rántottát, ami vagy szalonnás, vagy kolbászos, vagy más, teljesen mindegy, ki milyen formában szereti, akkor utána nem lesz, és nem eszik hozzá kenyeret, nem lesz egy óra múlva éhes. De ha megeszem egy szendvicset, egy óra múlva éhes vagyok. Ez mindenki saját magának kitapasztalja, én most már 3. éve gyakorlatilag rántottával kezdem a napot, és akkor biztos, hogy 3 órán belül nem érzem az éhségérzetet. Egész másképpen is jön az éhségérzet. Szóval amikor valaki szénhidrátot eszik, 1-1.5 óra múlva rátör egy borzasztó éhségérzet, és úgy érzi, hogy már megint borzasztóan akar enni. Most, hogyha valaki kihagyja a szénhidrátot, és anélkül étkezik, akkor nem tör rá 1.5 óra múlva ez a borzasztó éhségérzet, sokkal később jön az első éhségérzet 2-3 óra elteltével, és akkor sem olyan formában, hogy én le akarom kaparni a vakolatot a falról, mert meg akarok halni az éhségtől, egészen
optimális módon jelentkezik ez az éhségérzet. És rövid időn belül el is múlik, szóval nem marad fönt, hogy most annyira éhes vagyok, hogy hosszú időn keresztül megőrülök, csak hogy legyek, hanem jelentkezik egy éhségérzet, és a szép fokozatosan utána múlik. Tessék? Szabad? Persze. Ugye ez a, végül is elvetettem azt, hogy itt hosszú percekig taglalja, hogy mi az, hogy ketogén diéta. De ugye itt örülök, hogy a feleségem szájában hallották, ez. Ugye itt van két nagyon-nagyon-nagyon nagy sötét árny. Népbetegség, tömeges rossz, egyrészt ugye a túlsúly. Másrészt pedig ugye a nagy-nagy kérdés ugye az inzulin, illetve az inzulin rezisztencia. Ha szabad kérnem, tegye fel a kezét, aki cukorbeteg, vagy a családban van, vagy cukor probléma. De már a túlsúlyosok is potenciális cukorbeteg. Ugye most szigorodott a cukorbeteg gondozás szabálya, mert már betegnek minősítjük az izolált emelkedett égjogozó szintet. És ugye az a főszabály, a cukorbeteg fölfedezése előtt már 10 éve koros az anyag cseréje, tehát már veszítettünk 10 évet. És a feleségem gyönyörűen elmondta, hogy az éhségérzetet ugye mindenki úgy tudja, a tittam folyamról, hogy a vércukorszint leesése okoz éhségérzetet. Az egyik mechanizmus, de a másik az a magas szérum-inzulin szint, az az a bizonyos kegyetlen, gyilkos égségérzet, amit a nejem, aki nem orvos és nem tudja, mi az inzulin rezisztencia. És hogyha nem szénhidráttal indítunk, akkor nem menjünk bele. Tehát ki a maga bajával, sorsával, akivel mindenki ugye igyekszünk, hogy az egész szakma igyekszik, hogy az a betegek legalább a saját magukkal tisztában legyenek, vagy a saját betegségben. Megtalálhatja ebben a bátorságot és önismeretet, magunkkal szembeni bátorságot igénylő dologban, de kipróbál mindenki. Most a másik dolog ugye, hogy a tinédzser lányok között ha túlsúlyos, hanem én mondtam most azért, hogy jobban hozzáférhetőbb a laborvizsgálatok is, hogy a lányok meg a családok inger küszöbe is azért alacsonyabb, tehát lényeg az, hogy rengeteg a petefészek, funkciózavaros kislány, nagylány, asszony, inger, fizitásig elmenően, és hát rengeteg a policisztás, a várjuk, betefészek, cisztás, stb. Ott szintén ez egy olyan nagy tömeges betegség, vagy rossz állapot, vagy kóros állapot, ami szintén ugye kéz a kézbe jár az inzulin problémával. Ez megint egy hatalmas népesség, mindenkinek a családjában van ilyen probléma. Megmagyarázhatatlan Duci kislány, ugye a két gyerekünk között az egyik ilyen. Én tudom, a vereckei génekből tudom, hogy ő is egy ilyen potenciális PCO-s, inzulinos, túlsúlyos lesz, és én látom rajta 14, meg 8 évesen is láttam. De mindenhol vannak ilyenek, és ezek az emberek, mindig sokan, mindenki, aki túlsúlyos, ugye rohanna cukorbetegség, mert elfogyasztjuk az eredetileg meghatározott genetikára, mert az inzulin mennyiségünket, akkor kettes típusú cukorbeteg. Ezt azért hoztam vissza, mert itt azért a becsület meg az orvos szakmai szabályok kívánják, hogy egy két nagyon fontos mondatot még egyszer leszögezzen. Sok embernek több egészséges étkezési lehetősége van. Nincs jó, meg nincs rossz. Én szerintem azért van létjogosultsága kistereken, forráskulton, ülésen, Szegeden beszélni a paleózásról, mert mi itt élünk. Vidéken, forráskulton mindenki vág disznót, miért visszatért a disznóvágás anyagi okokból. Nem tehetjük meg, ott a disznó, megneveljük, levágja. Két okból, egyrészt meg még mindig ugye a leggazdaságosabb húsbevétel, másrészt meg tudjuk, hogy a pigbe veszünk egy húst, és az én gyerekeim nem eszik meg a pigbe vett talált húst, mert büdösnek találják, meg én zenét is. Ott a szalonna, mi disznózsíron nevelkedtünk föl, mindenki a legfiatalabbak is. És van viszonylag elérhető módon, elérhető áron korlátlan jó minőségű zöldségünk.
mert meg lehet tenni a lófettáját, tehát az alacsony csirdétát, de akkor el kell menni, és mindent meg kell venni. A teljes kérdésű gabonát, télen meg kell venni a salátát, tehát a könnyű, az alacsony csirdtartalmú tejtermékeket, főrőt nehéz jó minőségűt venni, és ha vettem olcsó tejterméket, akkor megint ott vagyok, hogy az Isten tudja, hogy van benne. Csak puffadok, meg hasmenésem lesz, meg gyibbad a szám, meg gyibbad a kezem, meg rosszul menstruálok, stb. Való igaz, hogy a legelegánsabb, meg a legklasszabb, amit úgy hívnak, hogy mediterrán diéta, annak Magyarországon az a első számú föltétel, hogy intásvár legyen a közel. Utána néztem, csak az intásvárban lehet minőségi hús, és friss minőségi zöldséget, és minőségi halat. Akár frisset, akár mondjuk vannak ezek a gyors fagyasztás, hogy 3 napja fagyasztották Amsterdamul, vagy nem tudom. Meg kéne hozzá, hogy 400 000 forint, ha vérezsi biztos. Elmenni vásárhelyre, de én nem biztos, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy mediterrán diétán legyek. Az összes cukrosnak, az összes ízületesnek, az összes pancsnyi, endokrin betegnek, biztos, hogy az a csúcs. Na, de mi szegények vagyunk, én legalábbis biztos, és itt élek az Alföldön. Próbáljuk javunkra fordítani, amink van. És szerintem ezért érdemes mindenkinek legalább valamennyit, tehát alapon, nagy vonalakban tisztában lenni az ő, hogy ez nem az ördög, egyik 1020. megnyilvánulása, hanem ez egy út, de le kell szögezni, hogy vannak más jó utak. De szerintem ennek itt a Magyar Alföldnek igenis van lépjó, de főleg akkor, és csak akkor, hogyha nem boltba kell mindent megvenni. Van rokonság, ismerős, szomszéd, koma, megbízható disznót be tudunk venni. Nem, ugye ez is, hogy sütünk, süsünk disznóhúst, disznózsírban. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy miért nem lehet a különböző zsírokat keverni, kavarni. Tehát ez, hogy disznóhúst süsünk étolajban, ez föl kell, tehát megvan, tessék fölmenni a Tóth Csaba honlapra, szerezni egy biokémia tankönyvet, tehát egy doktornőt, én nem voltam, és 51 évesen kértem bőcsen biokémia tankönyvet, és élvezettel lapozgattam szégyenkezve, mert minden benne van. Csak kisbetűd el vagy. Nem volt buktató vizsgatétel, de tényleg benne van, hogy miért nem viseli azt a májunk el, hogy állati eredetű zsír, meg növényi eredetű zsír bebombázunk. Miért nem lehet egy gyomorra fruktózzal indítani? Gyümölcs cukorral. Azért, mert miért? Ugye nagyon szeretjük, hány cukorbeteg van, nem túl sok. Ugye majd meg örültünk, etettük a fruktózt a cukorbetegkel, most már megint nem etettük. Mert ugye csak azért olyan szép, mert laposak a cukorgörbe. De miért? Mert az összeset beveszi a máj, és semmit nem tud csinálni a máj, addig 2-3 óráig, hogy a fruktózt nem mondott a kívülni. És ez egy mancsóit, amerikai, kanadai orvosi lapokban, rendes orvosi újságokban, komolyan, akit érdekel meg egy kicsit tud angolul, főleg a fiatalokban, azért érdemes a Tóth Csabát nézegetni, az írásait, de őrületi, tehát közérthető módon, tehát nagyon jó cikkek vannak, és nem szentírás. Nem azt jelenti, hogy ez már nekem biztos, mert én cukros vagyok, vagy PCOS vagyok, vagy csak egy sima egyszerű emésztési zavarom, de legalább tudjam. Visszatérve a Szendi Gáborra, hogyha tetszett a Szendi Gábor, hogy van itt esetleg többen, akik jártak már a Szendi Gábor honlapon, akkor biztos, hogy gondolom, hogy igazat ad nekem, hogy ahhoz azért már nagyon, nagyon tájékozottnak kell lenni, hogy elnevesz, ugye? Mert ugye, ugye Szendi Gábor is hiába egy pszichológus, meg nagyon ért hozzá, de a kereskedelemből él, és ezért a fővatosan kell ezekkel a kereskedelemből élő hírforrásokkal bánni. Szerintem ez mindenre igaz a tévénézésre is, meg a cipővásárlásra is, hogy jó. Akkor még egyszer, hogy azt szeretném, mint férj, mint a feleségem konyháját élvező férj, hogy lehet próbálkozni, meg ajánlatos is, de az biztos, hogy a legtisztább, legegyszerűbb az, hogy kire kiemelni. Amit a feleségem is emlegetett, ugye ez, hogy próbáljuk meg, és 2-3 hét múlva gondolkozzunk el. Erre kitaláltunk, hát mondjuk úgy, hogy 8-10-en vagyunk az országban, akik úgy hébe-hóba tartjuk a kapcsolatot a Csaba vezetésével. Következő tanácsunk van, aki mondjuk ki szeretné próbálni.
ez a radikális megvonásos próba vagy diéta, hogy első egy-két nap, egy vagy két nap, tüntessük meg nulla tejtermék. Nem bírjuk most taglalni, hogy miért, de nulla tejtermék. Harmadik, negyedik nap, akinél fontos a krumpli, az külön szálljon egy vagy két napot arra, hogy nulla krumpli, kiemelje a krumplit is. És a végére hagyjuk a nulla gabona. Egy-két nap elég, tehát hat nap elég. És forráskúton mindig hétfőn van a lángosos, a mobil lángosos. Mindent azt tanácsolom, és ezt szokták egyébként. Azért szerintem forráskúton van egy 8-10 család, akik átálltak. Szoriázi sors, Zsületi Gyurok, Sömör, Pikei Sömörös, cukorbeteg, szívérbeteg családok. Ugye ezek mindenki tudja, hogy halmozódnak, a legtöbb betegség halmozódik egy család. És akkor hétfő reggel fogjuk és veszünk egy tejfölös sajtos álmost. Azért ugyanis, mert az, hogy jobban vagyok, azt a hatodik napon nem fogom érezni. De az áteresztő bélszindróma, a gyulladásos része az már tud annyit javulni, hogy lebombázom még gyomorra tejtermékkel, ipari tejtermékkel, vagy a lángosos, milyen tejföl fog adni a legolcsóbbnak, milyen reszelcsajtot tesz rá, tehát az emberi fogyasztás teljesen alkalmatlan sajtot felviszegye a lángosra. Az olajba kisütött liszttel, egy ráadásul ki tudja, hogy itt kelt, nem kelt minden, tehát az egy rettenet, ugye, egy sajtos tejfölös lángos. Akkor az aznapi tapasztalat, ha olyan, akkor most még egyszer megerősítem az ígéretemet, hogy ez a tapasztalat, ha olyan, bárkinek legyen szíves, írjon nekem, és két-három e-mail váltással el tud indulni egy abba az irányba, hogy akkor hogyan tovább. Köszönjük a figyelmet. Én két dolgot szeretnék mondani, hogy nem csak közben eszembe jutott, hogy ugye rengeteg szakácskönyvet lehet kapni, ami nyilván a paleo étrenddel foglalkozik. Nem butaság egyet-kettőt megvenni vagy belelapozgatni, de nekem az a tapasztalatom, hogy mindegyik 80-90%-ban olyan termékeket vagy összetevőket tartalmaz, amit nagyon nehéz beszerezni, vagy egyszerűen megfizethetetlen, vagy egyszerűen én magam sem tudom megfejteni, hogy honnan a búbánatból jött, soha nem hallottam, valahonnan, nem tudom, távoli szigetekről, valamilyen növénynek a gyökeréből kivont, fogalmam sincs micsoda, és igazából arra jók ezek a receptek, vagy ezek a receptes könyvek, hogy ötleteket merítsen belőle az ember, és én például a xilitet vagy teljesen kihagyom, vagy egy pici mézzel helyettesítem, de például a piskotát megsütöm, úgyhogy én csak mézet sem rakok bele, mert ugyanis a dió önmagában édes ízt kelt. A kókusz önmagában édes ízt kelt. Hogyha ebben pótolom a lisztet, már minimálisan az édes íz megvan, hogyha valakinek süteményben, nyilván ez fontos. Egyáltalán nem kell bele semmilyen ízesítőt belerakni. De sok minden más egyéb főételekben vagy levesekben is nagyon jó ötleteket lehet belőle meríteni. Én például a köretnek az, hogy az aszalt szilvát, amit félbevágok, és mondjuk 3-4 almával együtt, vagy több, attól függ, hogy mekkora mennyiséget csinálok, belerakom a lábosba, és alárakok fél deci vizet, takarékon rárakom a fedőt, és összerottyantom. Ez önmagában is egy édes ízt ad, hogyha valaki sült hús mellé, ezt szeretné enni. De ebben ugyanúgy nem kell édesítőszert rakni. Ez az egyik. A másik az, hogy ha bemegyünk a boltba és vásárolni szeretnénk, mondjuk például a gyereknek, hogy 10 órait készítsünk, vagy vacsorát neki, vagy bármi egyéb, ugye nagyon nehéz ott a tehenteses pultnál, vagy a felvágottas pultnál is válogatni. Ugye ilyenkor döbben rá az ember, hogy mennyi minden benne van ezekben a felvágottakban, amit egyszerűen nem is értünk, hogy miért van benne, mert ugye benne van a lisztől kezdve a tejterméken át, mindenféle dolgok benne vannak, hihetetlen és döbbenetes. Tehát azt is nagyon jól tudom, hogy például a pixeláma is benne van a fruktóz. Mit keres benne? De hát sok mindent tennünk, de nem tudom, mi értjük, hogy miért van benne. És most már egyre több terméket lehet kapni, mert rá van írva, hogy gluténmentes, meg laktózmentes. Az, hogy ez valóban így van, nyilván az ember nem tudja ellenőrizni, mert nem látok bele, nem tudom megvizsgálni, egyebek. Hogy ezeket az újabb termékeket érdemes, mit tudom én, vesz az ember 10 dekát és kipróbálja. Mert nekem például a gyerekeimnél az van, hogyha megetettem az egyikkel, és nincs rajta kiütés, akkor nagy valószínűség szerint valóban ebben nincsen benne, valóban gluténmentes, meg laktózmentes. Akkor megetettem a másikkal, akinek hasmenése szokott lenni, és ha nincs hasmenése, akkor ezt is úgy nagyjából egy biztonságos terméknek ítélem meg.
Aztán, hogy hosszú távon mennyire tudom használni, nyilván terméke válogatja, de valamennyire kikerülni. De nyilván az lenne, azon lenne a hangsúly, hogyha valakinek van saját szalonnája, saját kolbásza vagy szalámia, mert hozzá tud jutni, vagy mert családon belül, vagy ismerősi körön belül be tud szerezni, különben a gyerekek hihetetlenül hamar rá tudnak szokni ezekre a termékekre. Nem feltétlenül, nem ragaszkodnak ők ezekhez a felvágottakhoz, hogyha jó minőségű kolbásszal tudjuk őket megkínálni. És azt viszont nem tudom szintén ellenőrizni, hogy a felvágottas pultban, a kapható kolbászba vagy szalonnába egyébként adtak-e valamilyen adalékanyagot, vagy tettek-e hozzá, vagy olyan pártsóba rakták, vagy egyebek, ami szintén ugye nagyon-nagyon bizonytalan. De ezeket is próbálgatni kell. Én például ugye gyerekeimen keresztül próbálgatom, hogyha nála nem látom ezeket az allergikus reakciókat, akkor úgy nagyjából úgy jónak ítélem meg a terméket. De ez is tud változni. Úgyhogy én azt mondom, a legalapvetőbb az, hogy visszatérni az alapokhoz, és nem minden áron pótolni azt, amit elhagyunk, hanem megpróbálni helyettesíteni. Akár így, hogy savanyúság, saláta, vagy úgy a főzelék, hogy nem habarjuk be, hogy kihagyni nemes egyszerűséggel, és egy idő után rájön az ember, hogy érezzük a húsnak az ízét, mert nem a panírt érezzük, hanem a húst érezzük, és a főzeléknél is a zöldséget érezzük, és nem a lisztet, ami megpirult, vagy oda beledagadt, vagy csak ott, nem tudom, behabaródott a tejtermékkel, vagy nem tudom én mivel. Úgyhogy így a teljesen a természetes dolgokra való visszaállás. Én legalábbis nekünk ez vált be leginkább. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. És akkor én kibontom ezeket a süteményeket, és akinek van kedve hozzá, akkor... Adásunkat február 9-én kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvény felvételen jelentkezünk. Kedadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!